Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM. Ez itt a Best of Morning Show. Justin Bieberrel nem akarok túlságosan sokat foglalkozni, viszont amit ő csinált, az érdekes lehet. Csak egy hatalmas pofon erejéig. Figyelj, ő most már egyre keményebben nyomja, tehát csajozik, rockstárok megszégyenítő, vagy rockstárokat megszégyenítő módon él, kábítószert fogyaszt, lázad, verekedik. És bíróságra jár. Bíróságra jár. Tehát a pasi totálisan nem tudja földolgozni azt, ami körülötte van. Kezd totálisan elzülleni. Ugye az elején ez még egy jópofa tinédzser lázadásnak indult. Most már, amit csinál, ugye ez a kanadai, ki ő kanadai popsztár? Hát igen, de ő egyébként amerikai állampolgár is. Amerikai állampolgár, kettős állampolgár. Igen, kettős állampolgár, de elvileg kanadai. És ugye most nemrégiben bérelt magának egy repülőt, mert hogy el akart menni a Super Bowl-ra, és egy kölcsönzött magángéppel utazott az apjával és 10 barátjával, köztük a személyedzőjével. Ami ugye egy békés útnak indult, de Justinék rájöttek arra, hogy fönt 10.000 méter magasra milyen szórakoztató marihuánát szívni. Meggyújtották a kis trombitát, körbeadták, és olyan füst keletkezett a repülőben, hogy a pilóták kénytelenek voltak oxigénmaszkokat használni. Hogy a sűrű füstöt ne kelljen belélegezniük. A gépkapitánya többször felszólított őket, hogy ne szívjanak marihuánát, és fejezzék be a légiutas kísérő zaklatását. Hátul azért gondold el, ott 10 ilyen kiéhezett kannak, meg apukának azért ott dinnyét felszolgálni nem egyszerű. Süket fülekre talált, és végül is óriási balhé lett belőle. Most lehet, hogy kiutasítják Amerikából is. Elég nagy a balhé. Mondjuk papa ott van a lepattanón azért, nem? Hát igen. Finoman megy a fiával, amiben kell beleiszik, amiben kell beleeszik, amit kell megfog. Tehát, nevel. Igen. Ő azért vigyáz a fiára. A fiamon csak rajtam keresztül vezet az út. Gyertek, lányok. Papa nagy castinger, tudod, ő csinálja a castingot. Mi az? Hagyj egy slukot. Jó cucc. Adhatod neki is. De hogy... Jó, ez átment. Igen. Ez remek. De most komolyan. És a pilóták nem hozott szégyent a fiamra. A pilóták irigyek voltak? Nem ment be elég füst? A pilóták irigyek voltak, végül letették a gépet, és baromi nagy balhé lett, ugye, hát ezt most már nem úszta meg egy figyelmeztetéssel, mert ugye drogot fogyasztott, fölmentek ott a helyi hatóságok, nem találtak marihuánát, de hát ugye a szervezetben... Hiszen elszívták. Elszívták, igen, de kimutatható, úgyhogy ebben most elég nagy balhé van. Csak kérdezem én, hogy mi történik ugyanekkor például egy utasszállítón? De ez mindig érdekel a hierarchia, hogy ez hogy működik? Hogy ugye múltkor beszéltünk egy lázadásról, de ott még a földön történt ez. Igen. Ugye? Aha. Ott kitört a lázadás a vízerem vagy a Ryanair-en valahol. Igen, mert leszálltak, nem indult a gép, nem kaptak ellátást. De itt tulajdonképpen 2 vagy 3 stewardessnek kell elvileg megfékeznie mondjuk 3, 4 vagy akár 5 őrjöngő utast, aki berúg a fedélzetem? Vagy ez hogy megy ilyenkor? Azt tudom, hogy a kapitány a rangidős. De elvileg, ha például bunyó van, nem jön ki. Nem? Aha. Mi történt? Hát, ha küldi az első tisztet. Tehát ülünk mi mondjuk 3-an egy tengeren túli járaton. Frankfurtból elrepültünk. Lerészegedünk. Aha. Fölállunk. Feri megjelöli a területét, kicsit körbepisil. Igen. Téged így a fejek fölött előre adunk, és így ilyen bumeránként, vagy ilyen nem tudom, ajtónyitó ostor. Te elkezdesz őrjöngeni, mert elfogyott a Henkel trokken. Akkor mi van, akkor 3 stúvi oda jön, és ő megfékez téged, és ha nem tud? Engem megtud. Hát jó, igen. De téged módszerem. Téged mutatom. Akkor elvileg megtörténik az, hogy kijön a kapitány, ő azt mondja, hogy kedves utas, üljön le, ha nem, akkor valahogy kábító lövedéket, téged lelassítanak, lekötöznek. Herit. Hát ez az, hogy lassítanák már le. Hát eleve egyébként, hogyha lendületben van, akkor már hiába a tehetetlen test érted előre vetődik. Tehát még ha le is lő érted a szívem közepébe ereszt egy golyót, akkor is áttöröm a kapitányi ajtót. Vagy tényleg csak jössz valahonnan, békésen üldögész, és azt látod, hogy előtted 3 nagy darab 100 kilós ember nagyon berugott, mert fél. Elkezdik inzultálni a stewardesst. Ugye látod, közbeszólnál, de nem mersz balhéba keveredni a stewardess. Balázs, léci balra, billics bál a búrát, azt nem láttam a Ben Hur. Igen, igen. Elkezdik molesztálni a stewardesst, fogdosság, az ölükbe rántják, stb. Oh. Kialakul egy kis konfliktus. Próbálj elszakadni a szextől, vagy tehát nem nálunk nem így hívják. Molesztálják a stewardesst, inzultálják, verbálisan bántalmazzák, Csak mondom, hogy milyen felvezetéssel toltad. Az ölükbe ültetik, fogdosság. De éppen azon a határon megyek, az a baj, hogy készülnek megerőszakolni egy nőt. Mert te nem, mert itt van a feleség. Nem. Egy kiszolgáltatott 50 kiló stewardesst inzultál 3 nagy darab kandisznó. Ebből most ne azt hallgatom, de szexi. Próbálj a kandisznókról.
attól, mindig ezekkel jár a fejed. Kérdezd meg egy nőnek, hogy valóban szexi, hogy három ember mit a berúgba fogdossa, mert szerintem a nők nem így gondolják, hogy de szexi. De ez nem a másik oldalon van. Nem a tehát jó, tételezzük föl, akkor azt mondom, hogy vagy te a gépen, aki azt mondja, még. És van a többi utas, aki viszont konfliktusba keveredik a három emberrel, hogy megvédje a stewardess-t. Akik azt mondják, hogy akik ne! Azt mondják, hogy el a kezekkel, ne inzultáljátok a stewardess-t. Jó, te ott ülsz mellettünk. És nekik is az, hogy ezzel jó pontokat szerezzenek, teljesen egyértelmű. És utána ők vigyék el a stewardess-t. Szóval kérdezem én, hogy mi történik ilyenkor? Mi van, mondjuk a kapitány azt mondja, hogy félek. Nem megyek ki. Most komolyan, vagy nem veszélyeztetem az utasokat. Frankin félek. De nem hagyhatod ott a kapitányi fülkét. Hát ki fogja vezetni a gépet, ha a három kandisznó, akik inzultálják azt a gyönyörű csuárd, ezt a hatalmas melleivel. Istenem, ti milyen szűklátókörűek vagytok, hogy mindig csak a szex. Hát komolyan mondom. Most... Kit érdekel, mi lesz a gép? Így van. Miközben Balázs például néha néz sorozatokat is. Komolyan nem értem, hogy három hatalmas nagy kandisznóról, meg egy kiszolgáltatott lengérőt. Egy kandisznó, egy kismalac. Ha már Feriről meg rólam beszélt. Kiszolgáltatott, lengénöltözött, ártatlan, sikoltozott stewardessről az jut eszetekbe, hogy most nem, bántják, akkor így fogalmazom. De az jó feldiszkoztak. Tehát azért direkt hájpolom nektek. Amikor a kapitány ülben terül, és azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, őrizzék meg a nyugalmukat, de kinek kell kijönnie meg? Biztos, hogy volnak olyan járatok, ahol ez megtörténik, ahol van mondjuk három őrjöngő utas. A többi utas összefog? Szerintem a többi utas összefog, illetve a kettőből egyet, akik a kokpitben ülnek, az egyiket föl lehet áldozni. És nyilván a másodkapitány, nem? Tehát először az, hogy Frank, menj hátra, nézd meg, mi van. Igen. De zárd be magad mögött az ajtót? Tehát a másodpilóta megy ki? Azért, mert én vagyok a kapitány és a vállapjárunk. Na jó, de gondolom, de most egy tanult, iskolát végzett másodpilóta kimegy, három berugott, őrjöngő, verekedni akaró ember, és azt mondja, uram, legyen szíves, foglalja a helyét, Vancouverig még van 3,5 óra, itt vagyunk az óceán fölött, üljön le. Hát ez nyilván teljesen reménytelen. Aha. Akkor a kapitány leteszi a gépet azonnal, gondolom én. Nem? Nem, hát akkor nem az első tiszt... óceán közepén vannak, nem tudja. Na például. Akkor az első tiszt leemel a falról egy porral oltott, mert azzal sokkal jobban lehet. És az utasok is múlják, és a kapitány, és akkor végignézik, hogy a három ember megerőszakolja a stewie-t? Szerintem a stewie-k föláldozhatóak, nem? Igen, ezt kérdezzük már meg a stewardess-t, hogy mennyire föláldozhatóak. Tehát őket dobják oda először? Hát a gép biztonságáért. Igen. Tehát egyszer csak hallod a kapitányt, hogy Liza, adod a magad. Tudod, hogy mi a dolgod. Tudod, hogy mi a dolgod, tedd a dolgod, előbb szabadulsz. Liza az első tiszt? Nem, Liza a fedélzeti mérnök. Na, csak, de tényleg érdekel a dolog, tehát a kapitány kijön, ő kockáztathatja, hogy nem jut vissza a pilóta fülkébe, valaki leüti? Vagy a kapitány nem. Csak úgy rangidős, hogy egyébként ő a kokpiten belül ő a király, de nem mer kijönni. Mert ott valaki álcsúcson vágja, elfekszik, akkor érted? Hát ott most a másodpilóta leviszi a gépet. De akkor már betörhető lesz a kapitány fülke. Hát szerintem nem voltam ilyen repülő, de nagyon sok ilyen nemzetközi járatú hallasz, hogy egy utas megőrül és le kell kötözni. A pilóta biztos, hogy nem mehet hátra. Ugye, hogy nem jöhet ki a pilóta? Szerintem na, hátra küldi a robotpilótát. Ön függelemsértést követett el, kére. Üljön vissza a helyére. Igen, és a világban kiszúrja, mert ilyen gumirobotpilóta van. Ugye 2011. szeptember 11-dik óta elvileg úgy volt, hogy minden gépen lesz majd egy ilyen biztonsági őr. Fegyverrel, aha, stb. Aztán ezt leszavazták azért, mert azt mondták, hogyha egy fegyver fölkerül a gépre, ez legalább olyan veszélyes, mintha nincs fönt őr, mert ott az embertől elvehető a fegyver. Tehát nem tudom, miért nem adtak neki sokkolót, vagy gásprét, vagy valamit. Hát meg most egy gépen de nincs biztonság győr. Na, az meg a másik. Igen. Hát. Igen. Na mindegy, jó, biztos hallgatnak minket pilóták, majd a hírek után valakit fölhívunk, jó? Jelentkezzen olyan, aki gépet vezet. De stewardess is jó, mindegy. Csak aki elmondja, egy ilyen feszített, éles helyzetben mondjuk mi történik, amikor 150 utasból 4-5 megvilágosodik, és elkezdik beterrorizálni a gépet. Azok, én láttam oroszokat utazni, nem gyengén utaznak. Tehát már a felszállásnál úgy szállnak be, hogy nagyon részegek, mert a tranzitba berúgnak. Hihetetlen törökökkel utaztam Isztambulból, nem hiszitek el, hogy ők is mit csinálnak. Tehát ez úgy néz ki 3-4 óra repülés után, például egy török járat, mintha bomba robbant volna. Előkerültek az oroszok, a jatagánok. De az oroszok nagyon kemények. Tehát ők úgy szállnak be, hogy vodkával tudod, már látod, ennek, hogy már esélyen is leülni a saját helyére, annyira részeg. Na most, ha még fél is, agresszív lesz, ott csúnya dolgok történnek. De mondjuk a nagyszámok törvény alapján egy ilyen komoly utasszállítón még biztos akadnak olyan utasok, akik közbe tudnak lépni. De mi a helyzet egy Cessnán? De mi történik? De az lehet, hogy nem mondja el nekünk se a Ryanair, se a Wizz Air, se senki nem mondja el, a fapadosok, mit tudom én, meg a nagy légitársaság, hogy mindenhol van egy beépített ember, aki egyébként biztonsági őr?
Az lehet. De hogy ők szerződtetnek valakit, egy embert, akinek az a feladata, hogy ő utas, és egyébként minden nemzetközi járaton van egy biztonsági őr, amit mi nem tudunk, mert én legalábbis nem hallottam erről. Leültetik a, mit tudom én, 24 D-székre, és ott ül, de egyébként neki csak az a feladat, hogy éjjel-nappal ingázik repülőjáratok között, mert biztonsági őr. Ilyen nem lehet? Ez is szarmeló. De lehet. Lehet, nagy szarmeló persze, de... Csak leszállsz, visszaszállsz. És ott van, mint egy ilyen alvóügynök. Nem? De. Ez szerintem jól hangzik. Ez jól hangzik. Ez szerintem amerikai járatokon biztos van ilyen. Ott biztos van. Én ezt csinálnám. Én ezt csinálnám. Beraknék egy alvóügynököt, egy gyerekkel tudod, hogy ne legyen feltűnő, kis kézipodjász, kis izőasztyúár leszel, amikor van, akkor meg akcióba lép. Lehet, az amerikai járatokon van ilyen egyébként, nem tudom. Alvóügynök, de hát akkor nem tud csinálni semmit, ha alszik. Mondjuk szerintem úgy lehet kiszúrni, például, hogyha nem egy amerikai járatról beszélünk, hanem ahol nagyon fontos a légitársaságoknál, mint például a Ryanair a költséghatékonyság, hogy ne foglaljon helyet, fizetőjét, nem, ott ül a padló szőnyege. De törökülésben középen a folyosón? Vagy egy párnán. Hát nehogy már egy pócéket berakjunk neki, hát azzal is elmegy, hogy valamennyi hallott pénzet, akkor üljön párnán. Vagy tudod, így pakolod fel a kézipodjász, kinyitsz és befekszik valaki. Állít fel fegyverezet. Állít fel, csukja le, rejtőzködöm. Elnézést, csak a csomagot akartam be. Jó, hát akkor becsukom. És visszacsukod az ajtót. Ugye? Mekkora az a csomag? Ez már nem lehet egy kézipodjász. Hogy hozta fel a gép? Nézd már, beszél a csomag. Nézd már, fegyvere is van. Mi történik egy ilyen helyzetben? Ugye, szerintem ez érdekes. Itt van egy hallgatónk, aki pilóta, többször beszéltünk vele, Mészáros Zoltán. Hello Zoli, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Szia. Ugye te veled már többször beszéltünk, az utolsó malév járat kapitánya voltál, ugye? Így van. Zoli, na, hallottad, hogy miről beszélünk. Mi a helyzet ilyenkor, vagy mit kell csinálni, vagy mi a protokoll? Először is azt szeretném elmondani, hogy azokat a helyzeteket, ami a repülés biztonságát veszélyezteti, már régóta ismeri ugye a repülőipar, és ennek megfelelően már régóta léteznek nemzetközi jogszabályok az ilyen eseteknek a meghatározására, illetve hogy mit kell tenni a fedélzeten, illetve hát, hogy milyen jogkövetkezményei lehetnek a elkövetővel szembe. Ez kezdve onnan, hogy ha valaki csak betelefonál, hogy bomba van a gépen, de nincs is, már ez maga bűncselekmény, tehát súlyos éveket lehet érte szerezni. És ezek a jogszabályok ráadásul még 2001 előtt, jóval 2001 előtt születtek. Jó, de nézzük egy konkrétumot, mondjuk te ülsz a pilóta fülkében, és azt hallod, hogy három, mit a magyar utas, vagy tök mindegy valaki, nagyon lerészegedett, és elkezdődött egy ilyen lögdösödés, kint van a stewardess, próbálja békíteni őket, nagyon részegek, a többi utas nem mer beleszólni, de mondjuk vészhelyzet van, mert kialakulhat belőle egy ilyen verekedés féle. Akkor te például kijöhetsz a kokpitból, vagy ilyenkor a kapitány az első, akit védeni kell, és az a szabály, hogy te nem hagyhatod el pont a többi utas biztonságának érdekében a pilóta fülkét. Nem, én nem hagyhatom el a pilótafülkét, sőt a pilótafülke ajtaja 2001 óta zárva van, tehát oda nem lehet csak úgy egyszerűen bejutni. A légutas kísérőkkel is csak a belső telefonhálózaton érintkezünk, tehát megkapjuk az információt, megkérdezzük a légutas kísérőt, hogy tudják-e kezelni a helyzetet, vagy nem. Ők erre ki vannak egyébként képezve, hát igen komoly képzéseket kapnak már arról is, hogy tudják felismerni az ilyen utasokat, a helyzetet, hogy tudják kategorizálni. És ennek megfelelően döntünk, de fő az a legfőbb szabály, az a pilóta fülkének a biztonságának az elsődlegessége, tehát onnan kimenni. Tehát nem kvázi, nem de mondjuk végig kellene az, nehogy is, hogy ilyen történjen, de végig kellene nézni, hogy mondjuk megvernek egy stewardesst, inzultálnak egy utast, elkezdesz leszállni, lebonyolítod magát a leszállást, de közben végig hallgatod, vagy nézed, ahogy mondjuk akár megvernek utast, vagy stewardesst? Hát igen, elméletileg igen, ugyanis ugye a legfőbb dolog az a repülőgépnek, illetve a repülésnek a biztonságának a megőrzése, és hogyha a pilótakabinnak ez a helyzete megszűnik, ez a biztonságos helyzete, akkor ugye a repülőgéppel magával is tudnak már bármit tenni az elborult utasok, mondjuk így. Na most, ha ti magatokra zárjátok az ajtót, és ott bent mind a hárman rosszul lesztek, akkor mi hogy megyünk be, ha esetleg van köztünk egy pilóta? Hát... A légutas kísérők tudják ennek a módját, hogy lehet. Aha, tehát azért van valahol egy, hogy senki nem válaszol a pilóta fülkében, mert ott mondjuk mind a hárma halat ettetek, és egy ilyen közös fertőzés van, akkor azért a pilóta fülkébe be tud jutni a stewardess, csak akkor egy trükkös módon. Kívülről. Ez mindenféleképpen kívülről. Meg is van ennek egyébként a protokollja, hogy bizonyos időközönként a légutas kísérő
beszól a kabinba, hogy, vagy illetve a pilóta fülkébe, hogy minden rendben van, de jó vagytok-e fiúk, nem kell-e valami. Ilyenkor mit mond? Gondolom, nem alszotok, srácok, tehát nem ez a protokoll. Ilyenkor mit szól be, hogy kedves uraim, rendben van minden oda bent? Kedves uraim, milyen távolságtartó? Ők jelentik, hogy hátul is minden rendben van, tehát nem történt semmi olyan, ami figyelemre méltó lenne, illetve megkérdezik, hogy elől is minden rendben van. Tehát finoman rákérdeznek arra, hogy ébren vagytok-e. Igen. Ez megnyugtató, ez jó, ezt nem tudtam, hogy például a stewardessek is csekkolják a pilótát. Ez milyen érdekes, hogy nekik is ugye meg kell szólni. Légitársaságonként természetesen ezek az eljárások változhatnak, de a fő irányvonal az ez. Olyan de... nincs, hogy viccből nem szóltok vissza 10 másodpercig? Tehát ez... Hallod azt is, hogy meghaltunk? Nyilván humorizálok, de tehát azért a ti is emberek vagytok, ilyen nem volt, hogy várjál itt a Marika, ne szólalj meg. Most ugye ezt megint azt tudom mondani, hogy ezt a légitársaság válogatja, mert ugye annak idején a Malév-nél mindenki ismert mindenkit. És, ott csak annyi volt, hogy Dezső, ne szórakozzál, bemegyek, mert nagyon elpopsizlak. Igen, igen, ilyen poénok előfordultak, de hát más légitársaság már... Kéza, szarba vagyunk? 8000 ember van, ugye alkalmazott. Ott kevésbé. Na de akkor nem ismerik az ember. De Balétnál volt ilyen kis tréfa? Tényleg ez helyes? Hát ez így elmondható most már azért sajnos így ugye. Hát persze, de hát ezek ártatlan dolgok, ez csak egy kicsit a hangulatjavítás. Hát persze, hát is emberek vagytok. Hát de figyelj, ugye valamilyen, tehát hogy kódolva van ez a szöveg, tehát nem kell attól tartani, mondjuk, hogy az ott esetleg pánik törkőgépen, mert azt hallják, hogy a stewardess oda néz az ajtót, bekopog, és azt mondja, hogy ugye nem alszhatod? Józsi, ez már nem vicces? Mit kell róla életbe, Józsi? Egyébként visszatérve az eredeti problémánkra, tehát hogyha bármilyen renitens utas elkezdett a fedélzeten mindenféle jó dolgokat tenni, akkor ez megint csak légitárság szabályzások, tehát légitárságunként változhat, de például a légutas kísérőnek, illetve hát végsősoron a kapitánynak van olyan joga, hogy korlátozhatja a szabadságában az illetőt, aki ezeket elköveti. Tehát például volt olyan légitársaság, ahol ezt komolyan bilincsek voltak a fedélzeten, tehát ugye erre az esetre ezt a légitás kísérők A Stewie-nak van valami fönt sokkoló, gáspré, semmilyen nem lehet? Csak mindig a lekötözés biztonságjával meg a bilincs? Vagy vannak titkos dolgok? Most például ahol én dolgozom légitárságnál, ott nincsenek ilyen eszközök fönt, de hát nyilván meg lehet ezt oldani, mert vannak azért tartaléköveg, meg gyereköveg, meg ilyesmi. Meg hát mondjuk például, hogyha előveszi a légutas kísérő ezt a hangos bemondót, ami azért elég hangos, és mondjuk azzal beleüvölt a fülébe, az embernek az elég sok időre kiüthetik. Tehát, hogy vannak ilyenek. És akkor te döntesz, gondolom, hogy leteszed a gépet, vagy nem, nyilván ilyenkor azonnal leszálltok, ahol tudtok, nem? Így van. Hát a helyzet súlyosságától függően azonnal leszállunk, hogyha kell, és már a levegőből kihívjuk a illetékes hatóságokat, tehát a reptéri hatóságokat, a rendőrséget, ilyesmit, és ennek igen súlyos következményei vannak. Azt tudja az ember, persze, hát az több börtön, az nem játék, igen. És nálatok, mondjuk tengeren túli járatokon vannak olyan speciálisan kiképzett alkalmazottak, mint mondjuk az Egyesült Államokban ezek a légimarsalok? Nem, nincsenek. Amennyire én tudom, Európában nem adoptálták ezt a szabályzót, tehát még nem alkalmazunk ilyen embereket a fedélzeten, mert hát nem is tudom, nincs rá igazából szükség szerintem, mint ahogy a műsorban is mondtátok, hogy ő is csak egy ember, és nincs nála fegyver, tehát ne vigyen ő se fegyvert a fedélzetre, és hát egy ember mondjuk egy ilyen komoly elkövetővel, vagy akár több elkövetővel szemben, hát mit tud tenni. Nagyon sok minden nem, igen. Az Amerikában is elég sokáig leszavazták, aztán most nem tudom, hogy van-e légimarsal vagy nincs, de a fegyvert akartak egy ideig. Van légimarsal, igen, Amerikában, tehát létezik ez. Igen, a... igen, a fegyver nélkül. Igen. Na jó, érdekes volt, hogy Justin Bieber kapcsán erről beszél, mégis mi történik. Zoli, te most merre repülsz? Azt elmondhatjuk, hogy Fapadosnál, itthon, vagy külföldön? Fapadosnál, de nem, sajnos nem itthon, külföldi bázison dolgozom. Egyelőre ez az irányvonal, sajnos nem olyan itt, tehát Magyarországon, Budapesten nem olyan nagyok a lehetőségek jelen. Tudunk valamit esetleg a többi malévos pilótáról, hogy hány százalék helyezkedett el, miket hallasz így a szakmán belül, hogy azért a nagy öregek, igen, meg elég, azok, akik... Hát elég sokan. Sokan, tudom, de jó. Úgy tudom, hogy kevesebb, mint 20% nem dolgozik, na, de azoknak is talán a fele, vagy talán több is, mint a fele nyugdíjba ment, tehát ők már elérték azt a kort, hogy nyugdíjba mehessenek, és ők nyugdíjba mentek, és akkor egy ilyen kisebb csapat nem dolgozik, de már mint pilóta, de sokan elhelyezkedtek például a légügyi hatóságnál, de jó, hatósági pozíciókba, és egyébként meg a világon szinte mindenhol, tehát a Fülöp-szigetektől kezdve Kínán keresztül az öböl ország, az arab országokba, a nagyon jó országba, híre volt a magyar pilótáknak. Európába, igen, mindenhol, tehát mindenhova el tudtak
Na, ez jó, ez mindenképpen jó hír. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, jó repülést neked, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Mészáros Zoltán pilótával. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Azért kellett felvenni a jelmezt, mert mentési gyakorlatot oktattak a dolgozóknak arra az esetre, ha a gorilla kiszabadulna. De értitek az alapsztorit, hogy ott beöltözöl egy gorilla jelmezbe, mert mentési gyakorlat van. Hát azt azért el lehet játszani gorilla nélkül. Hogy bum. Is. Igen, na de várjál, hát, hogy ki ment kit? Tehát ő beöltözött, ugye az állatkerti munkás beöltözött gorillának. Uh-huh. És ő lement négy kézláb, és elkezdett az állatkertben szaladni, hogy eljátszák azt, hogy milyen, amikor a gorilla kiszabadul? Evette ezt, azt, lengedezett ott néhány indán. Nem szóltak a legilletégesebbnek, az állatorvosnak, és a doki az ugye, mivel a jelmez túl életűre sikeredett, a marha azt hitt, hogy kiszabadult a gorilla. Hát nézd már! Na, azt nézd már, milyen furcsán viselkedik Pedro! Hozzátok a flintát, öcsi! Na most figyelj, mekkora a dózis egy 200 kilós gorillának? Hát? Tehát ezek ilyen 200-300 kilós, ilyen kis szürke hátú, ilyen kicsi... Uh-huh. Tehát nem egy 80 kilós emberre tervezték ezt a dózist. Az orvos képességeit azóta már kétségbe vonták egyébként, de hogy jól szerepelt, mert hogy lából lőtte a szerencsét. Igen, és első lövésre eltalálta. Hát lehet, hogy kirúgják a dokit. De miért rúgják? De hát ő végezte a dolgát. Hát ő neki nem szóltak, hogy ott gorilla gyakorlat van. Most én állatorvos vagyok, és látom, hogy a gorilla kiszabadul, hát lából lövöm. Hát figyelj, megfékezte a fenevadot. Próbált még beszélni, vajon amikor meglőttek, és erre az orvos lőtt még egyet, és még már beszélt is. Le akarja venni a fejét, nézd már, megbeksztébb, veszett a gorilla, akarja szedni a fejét, de hogy a fejét akarja, csak a jelmet leszedni a fejét. Még egyet, ezt már bele? Megveszett, a fejét akarja letépni. Hozé járban, hogy tartalítára gyorsan. De ez megvan, amikor mondjuk még senki nem rohant oda, mert a gorilla másfelé futott, az orvos belelőtt. És oda ment, tudod, fegyvere a hátán, igen. Rátette a ballába, aha. Készült egy fotó. De előtte még belerugott kettőt. Na, az ox még rajta. Igen. És ebben a pillanatban így a gondozóról így működik, legurult a gorilla fej, tudod? És akkor jössz rá, hogy belelőttél egy emberbe. Azért az... De gondolod, amikor leszedik Istenem, a fejét. Istenem, megevett egy ápolót! Egészben lenyelte a lélát. Nézd, ez ott nem a Józsi, megette az egészen. Igen, ezek a riadók, én nem tudom ennek mi értelme van. Bár jó, ha az állatkert ezt leszimulálja, ez nem rossz. Hát ez olyan, mint a tűzrendészeti vagy a bombariadó gyakorlat. És akkor ebben a Santa Cruz állatkertben egyébként minden állatot letesztelnek? Tehát van úgy, hogy meghívják a kínai artista csoportot, adnak rájuk egy zsiráfjelmezt, és négy kínai artista zsiráfnak költözve rohan. Tehát hogy akkor ott mindenki szabadul, és a Santa Cruz állatkertben. Bemennek az akvárium részbe, és a vitorlás alakra is. A nyíregyháziak is szerintem sokkal jobban járnának, hogyha leleveznék ezt a dolgot a Santa Cruz állatkerttel, hogy küldjenek már egy panda jelmezt. Meg egy oktatót, aki betanítja valamelyik nyíregyházi gondozót, hogy sétálgasson ott a ketrecben, kiszúrná már ki, nem? Nem kell sétálgatni, hát a te panda vagy a hátadon fekszel. Én láttam a kínai állatkertben, olyan rohadt unalmasak egyébként, be voltak rakva üveg mögé 8-an, az egyik néha egy fölnyújt, leszedett egy kis bambusz, abban nagyon unottan belerágott, a másik még egy széttett lábbal, 6 másik feküdt, és meg nem mozdultak, mondom, tudja, hogy ezek ilyen kínai statiszták, akiket ide így beraknak, fölhúzzák ezeket a kis panda jelmezeket reggel, és akkor ott ül a kis hülye, meg a kis Xian, és egész nap meg sem mozdul. Basszus, rohadt egész unalmas nap lehet, nem? Dög unalmas a panda egyébként. Ott fekszel, és csak egész nap bambusz. Köszönjük a pénteki adagot. Figyelj, hát most a magyar állatkertek közül valaki bevállalós lenne, akkor simán megcsinálna, hogy egy hétig valakit beöltöztetne pandának. De hát Zsűl pandának tökéletes lenne. Mondjuk tényleg az. Figyelj, Zsűl, rád adnám, figyelj, dögre keresnénk magunkat, 100%-ot kapnál, minden pandát, külön belépőjét szeretnék a pandára, és minden panda utáni megvett belépőjegy után 20%-ot megkapna az, aki a pandát alakítja. Titoktartásit iratnék vele, beraknék neked egy csomó bambuszt, és egy órában 5 perc... Nem vagy allergiás a bambuszra? Egy órában 5 perc pihenőt kaphatnál, amikor elmész hátra a takarásba, leveszed gyorsan a jelmezt, eszel egy kicsit, iszol egy kortyot, visszajelmezd, és megint visszacammogsz. Hülyére keresni magad, és az évszázad átverése lenne. Hát megszólaltatjuk az állatkert igazgatóját, hogy honnan van a panda, hát a kínaiak nem nyilatkoznak, van. Van. Örülsz, nézed, fizetsz. És mit akartok még? Igen, mi kell még? Add le a listát. Örülsz, nézed, fizetsz. Örülsz. Aha. De hát csúnyán beszél. Befogod a szállat. De visszaintek.
kacsincson. De láttuk a takarásban, levette csöndbe vagy nézett Panna. Mit mondtál? Delfint hogy hamisítaná Balázs? Az sincs Magyarországon. Micsoda? Eddig nem volt. Delfin. De ez delfin az. Nézed, csöndbe vagy fizetsz. Aha. Az. Ott úszik. Ott úszik. De hát nem is úszik. Az nézed. Fizetsz. Az nem a Feri. Nézd már, kijött a vízbe. Nem jött ki, visszamegy, nem dumálsz, fizetsz. Nézd a kis cerkof, az adó. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, kaptunk egy levelet. Csekk van mellé. Nincs, nem kell semmit befizetni, és nem is polgári peres eljárásra való felszólítás. Tehát nem kell bíróságra mennünk. A Bautransnak a cégvezetője, a Pap Zoli küldte. Tudtátok, hogy ők bontják a Vidám Parkot? Nem már. Ők bontják a Vidám Parkot. Hát nem jó hír, már maga a bontás, de az, hogy van emberünk ott, az jó. Igen. Így szól a levél. Hello fiúk, kedves Balázs, a korábbi műsorotok során többször hallottam, hogy milyen szeretettel gondolsz a Vidám Parkra. Így gondolom, sajnálatos ír számodra, hogy a játékok bontásra és elszállításra kerülnek. A bontás meg is kezdődött, valamint az elszállítás is. Ebben cégünk vesz részt, és talán nagy örömödre szolgál, hogy értékes kincset tudtunk neked megmenteni. Júj, de jó! Élve személyes ismertségünkkel, illetve tekintettel a cégünk és a rádió közötti sok éves jó kapcsolatra, szeretnélek megajándékozni egy kedves kis szuvenírrel, melyre ránéző mindig eszedbe jut majd a Vidám Park. De jó! Ezután is kívánok neked és a teljes tábnak, a fiúknak is további sok sikert és eredményes munkát, szíves üdvözlettel. Pap Zoli cégvezető. Ez a becsomagolt. És ott van a becsomagolt ajándék. És ezt honnan vette, hogy te szeretettel gondolsz a Vidám? Úgy, hogy 65-ször mondtam, hogy azonnali bontás. Hát igen. Hogy azonnali bontás, és van egy Vidám Park relikviánk, lehúzod a másik végét, amit megmentett? Állítólag ezt bontás közben tudták megmenteni. Valami eredeti... Remélem bohóc van rajta. Nem hiszem el! Mi az? A berendezés kiskorú a 2 és 12 éves körül mínusz 120 cm magasától csak kísérő jelenlétében vehetik igénybe. Mi lehet ez? A rendel... hát ez az egyik figyelmeztető tábla, ugye narancs színű, kék Vidám Parkos logóval, és alatta, hogy nem vihetsz főcsomagot, figyelj, ez hullámvasút. Ez az gondolom, hogy nincs rajta, hogy ez milyen eszköznél volt kirakva, de szerintem is hullámvasút. Ott van legfelől, van igen, egy árulkodó kisikan. Egyébként tényleg inni, csomagot nem lehet fölvinni, kalapot nem lehet, esernyőt nem lehet, cigizni nem lehet, botot nem lehet, mobilt nem lehet, szemüveget, fagyit, és... kesztyűt. Vagy kinyújt. Egy fél kezet. Igen. De nem, integetni lehet azt írni. De jó. A berendezés mindenki saját felelősségére használhatja. Nagyon rendben. Gyerekek, az utolsó relikviák egyike, ami megmaradt a Vidám Parkból. De jó. Hát nem sok maradt belőle. Kedves Bautransz, és most az óriás kereket kérjük. Az marad állítólag. Nem, az bontják. Bontják az óriás kereket is. Részemről a legnagyobb öröm, azonnali bontás az is. Mert az műszakilag olyan állapotban van. Gyerekek, az egész Vidám Park sóval behinteni, lebontani, hazamenni, kész. Itt volt az ideje. Tudod, mi a döbbenet egyébként? Hogy ez még tudott működni a 2012-ig, ebben az a legnagyobb döbbenet. Hogy tavaly még rajta ültél az óriás keréken, amire most azt mondják, hogy eladják ócskavasnak, mert olyan műszaki állapotban van. Tehát mindent meg lehet venni, el lehet vinni, ugye lesz, ami megmaradt, tehát a hullámvasút megmarad, a régi kis kőt, ami emlékvédelem alatt áll, igen. Megmaradnak, a többieket eladják, erre azt mondták, hogy ezt nem viszik sehova, ezt leelbontják, és megy a méhtelepre, mert olyan műszaki állapot. De olyan durva savasesők voltak azóta, hogy ennyire megrokkant. Az elmúlt szeptemberben bezárt. Az mondjuk fura, igen, egy leforgás alatt ennyire megrodjan, ami még akkor működött. Hát gondolom kiadták, hogy bontják, és akkor az utolsó pár kenés az már elmaradt. Ja. Nem? Tehát az utolsó pár, pár munkálat az óriás kerékén az elmaradt. Én sajnálom, gyerekek. Micsodát? A Vidám Park. Tudom, meg se szólalj, tudom, hogy azonnali bontás. Olyan szinten nem sajnálom, Feri, az nem Vidám Park volt, az egy múzeum volt. De az tehát én két kiskorú gyerekemnek, és szerintem még 100 000 kiskorú gyereknek örök élmény és persze, jó élmény. De hát persze, de hát... Nyilván a Práter jobb, tudom, voltam. Nyilván van szebb Vidám Park, tudom, voltam. Csak ez itt volt a Városligetben, kimentél. De ez egy rossz reklám volt már a fővárosnak, a turisták szempontjából mindenki. Egy 3 éves gyerek örül, de egy 3 éves gyerek annak is örül, ha elgurít, azt neki egy teniszlabdát is visszahozhatja. Tehát nem ez... Nem erre gondolok. Lopasz neki egy csirkecsontot és visszakocokat. Nem erre gondolok, hát most az 3 éves gyereknek nem a 3 éves gyerek inger küszöbe számít, mert egy szájtátva megy egy budapesti Vidám Parkba is. De hogy nézett? Bementés szomorú volt, le volt rohadva, le volt lakva.
Imádták. Szörnyű volt. Imádták. Én is vittem a Benit, egy gyerek része volt. Azért, ha Istenem, hány ezer forintot elvertem céltalanul a játékterembe. Hál' Isten, hogy lebontották végre. Megkapják az állatok, az kihasználják igen, jó, a helyet, persze, jó helyre megy. Lesz. Nekünk meg majd valahol egyszer, valamikor lesz egy vidám parkunk. Hmm. Nem? Nyilván magántőkéből. És most nincs, végre nincs lesz. Hater. Nem is hallom semmi, nem egy lesz. Nagy széles zerge futtatónk. Na de nem mondta, hogy nem lesz jó, hogy közben kicsit körhintázol, aztán ott közben jó. Az ergék meg a majmokot átveszik, mit tudom én, a hullámvasutat. Az üzeme, az megmarad? Az meg. Azt rendbe kell tenni, de az állítólag menni fog. Most még nem, most idén csak a körhinta megy, meg még valami, de azt is rendbe fogják hozni, és menni fog a hullámvasút. Az is jó, és az ráadásul az Európában egyedülálló. Azért arra legyünk már büszkék. Sorsoljuk ki, hogy hármunk közül melyikünk pártolja majd. Hát a büszkelem is leszek, de jó, hogy megmarad. Mondjad? Fapáccal lekenni az egészet. Vállalja már el valami társadalmi munkába. Azért annak a szerkezetnek a rendbetétele. Hát azt gondolom nem egy ember csinálja, nem? Vagy azt mondja, hogy jó szóba, szápe márciusban, azért el egy gyerele a hosszúzba, pesdre. Itt az ecset, itt van a párc, végig mész balról jobbra. Hogy tudták azt, hogy sokáig ilyen jó állapot megtartani? Ilyen vízlepergető festék, vagy impregnálják? Hát semmi? Valami olyasmi lehetett, de hát ez nagyon-nagyon kemény meló. Évről évre mindig újra és újra megtalálni azokat a korhat részeket, amiket nem ki kell cserélni. Elárulom neked, várjál, a Vidám Park nyitása minden reggel azzal kezdődött, hogy volt egy ember, aki végigmászta az egész hullámvasutat, ahol ment, ahogy hívják, van mellette egy szervízjárda, ahol lehet menni, és volt egy ember, akinek az volt a feladata minden reggel, iszonyat, hogy végig menjen, és az összes fát így megkocogtassa, hogy van-e lazulás, van-e, hogy nincs. Hihetetlen felelősség. Kemény. És egy póló volt rajta áthúzva egy szúval. Az ős ellenség. A legnagyobb harcot velük folytatta. Én sose értettem abban a hullámvasutban, hogy legelőn ül. Az mit csinál? Az valami pedállalót fékeztet, gyorsított? Semmit, nem, sikít, mit csinál? De nem, előlült mindig egy sofőr, totál középkor egyébként, tehát gondoljatok bele, beült előre, egy ilyen kertésznadrágos, olajos nadrágos, egy ilyen kiégett alkalmazott. Ő beült előre. Volt ilyen a hullámvasúton? Nem emlékeztek. Nem. A fahullám. Még most szeptemberben is mentünk. Ott, legelől, hát vagy egy alkalmazott. Nem egy bácsi bottal, és azt hitted rá, hogy kormány. Vagy egy alkalmazott, aki nagyon szeretett hullámvasút az nyilván. Nem, annyira retro az a hullámvasút, hogy legelől mindig beült valaki. És így már gyerekkorom is azon gondolkoztam, hogy mi a fenét csinál, ha ott baj van. Fékezik, vagy gyorsít, vagy kormányoz, vagy mit csinál? Nincs meg? Nincs. Minden egyes menetnél ült elő valaki. Mi volt a jobb kanyar, bal kanyar. Ja, igen. Dőljenek be, sikítsunk. Ne, ilyen már szerintem a világon sehol nincs, hogy sofőrnek bekerülni a hullámvasútba. De itt Magyarországon beült. Ez egyfajta kuriózum volt. Ő pedálokkal irányíthatott, vagy fékezhetett, hogy mit csinált? Hm. Ez nincs nem, meg nektek? Nem árulsz közben valamit? De persze, hátra jön, pattukat tud kukoricát. Hopp, kiöblött. Vattacukrot dobott hátra, ugye, pattukat tud kukoricát, mi elkaptuk szájjal. Hol éltetek ti? Nem, nincs meg? Én annyira be voltam rajta csinálva mindig, már amikor még felültem, hogy én kész voltam. Megértem, mert végig is legalább 20-20 méter magas tedél. Milyen jó voltak. Mondjuk a ciklon az tényleg egy kicsit félelmetesebb volt. Hát a ciklon nagyon durva. A ciklon azért szűnt meg, mert abból valaki kiesett. És több baleset is történt, és akkor mondták, hogy itt valami olyan hiba van, ami nem annyira jó, és akkor lebontották. Valami nő, vagy valami katona, valami fiatal katona kiesett a ciklonból. Aha. És akkor utána jött ez a Looping Star, ami ugye hát forradalom volt, mert volt benne egy hurok, egész Európa ide járt. Hát lépés is lépés. Aranyos, igen. Egy hurok, és ugye azért a Looping Star, aztán azt is elvitték, mert állítólag azt csak kölcsön kaptuk, tehát az nem a miénk volt, az itt volt 3 évig. Béreltük, azt lejárt a bérleti szerződés, és elvitték. Kölcsön. Igen. Kölcsön kaptuk egy hurkot. Az eredetében lehet, hogy több hurok volt. Jó, és a rakéta, ami fölment. Beültél, és ilyen katasztrófákat vetítettek és neked. Ment a film, és ment a film, te pedig balra-jobbra mozogtál. Én azt imádtam. Szeretted? Az már átverte az agyat, hogy elképzelted, hogy te tényleg benne vagy. Ott az a ciklon mellett, a hullámos és a ciklon hát a között hordó volt. Mellett, a hordó mellett, így van. Igen, én imádtam. Az nagyon jó. Na, beszállni. Tök jó hangulata emlék. Volt. Kicsit ilyen alfa oldbázisos hangulata volt nekem, úgyhogy a fehér volt. Kapitány. Ez jó volt. Ezt bírtam. Azt mondja, nem ült elő senki, középen ült. Na jó, persze, ott aztán ott... Aha, vagy lehet, hogy valakire lehet, én a János Vitézen ültem, és ott ült elő valaki? Nem, szerintem a hullámvasúton is ült. Ült bent egy ember mindig. Nem ment a nélkül. Hát biztos nem középen, a középen ez még abszolút az teljesen, törék. Mert előleg legalább... Válságos pillanatokban szétkapcsolja a szerelvény. Ilyen fogja, és elnéz, és lekapcsolja átsor, és önök megmenekülnek, az első nem.
Higgyétek el, hogy ült valaki. És ki most a Vidán Park szóvivője? Ha látta, hát most már senki. Nincsen Vidán Park, tudod. Hát a szóvivő hagyja el hiszen ez az alappont, amiből kiindult. Jó, de a szóvivő hagyja el utoljára a hajót. Egy jó szóvivő még mindig ott van. Hát, ha megkérdezik a bontásról. Mikor lebontották, akkor elmegy a szóvivő. Ugye János Vitézen ül elől valaki? Valahol ülnek elől? Nem, a János Vitéz az egy daljáték, az nem. De hát van ez a barlangvasút, vagy mi volt? Viharvasút. Hát ott aztán fölültettem a 4 éves gyereket, vagy 3 éves, majdnem összetolta magát, szegény annyira félt rajta. Nagyon hangos volt, tudod, és nagyon félelmetes. A János Vitézt elmeséli neked, ugye, szépen, ahogy mész körbe. Igen, meg ez emberek, hogyha olyan, akkor meg kellett fogni a protkolját, mert olyan rázások voltak benne, hogy ugye nem tudott úgy kanyarodni, hogy egy ilyen sima íven, hanem így vrung, vrung, jobbra, vrung, balra, vrung. Ez borzasztó volt. Ott igazából engem az zavart benne, hogy minden annyira látszódott, hogy így ilyen mű. Tehát, hogy érted, egy boszorkány, tehát nem... Hát jó, persze, jó az, volt, az egész ilyen, de hogy ez hány... De azt mondod, hogy akkor Benny még félt rajta? Benny nagyon félt rajta, igen. Alig vártam, hogy vége legyen. Igen, hát ilyen hangszóró mellé ültünk, gyerek még néha fölsikolt éjszaka. Kérdezünk, menjünk a barlangvasútra, és sírva menekül. Nem próbálj megszerezni a hordót? És elvinnénk minden egyes ilyen morning show-s kitelepülés, nagyon, és ez lenne egy ilyen kicsit... konzervatív, kicsit régi módi. Mit egy ilyen hordóval mit csinálnak? Azt is darabokra szedik? Vagy mondtad, eladják? Hogy a közeletekben van valami nagy emelkedő. Megpróbálnál bemenni a hordóba, és fel... és felgyalogolni a lejtőn, úgy, hogy a hordóban állsz, vagy a hordóban lejönni. Aha, nagyon jó ötlet. A lefelé az még inkább, mert szerintem ha az megindul... Szerintem lenne. Aha. Hogy örülnének neki egyébként a kis technikusaink, hogy azt még hordozni hogy kell? Vigyék le a hordót. Hát most valamit még megpróbáltam megszerezni a Vidán Parkban. Adjuk el a hordot a takleréknak. Igen. Takler úr. Vagy a geréknek lehetne a reklám. A reklámarc, igen. A Juli nagyon üzenget itt valamit, mert hogy ő állítólag egy nyarat ott töltött a Vidán Parkban. Mint micsoda? Mit csinált a Juli a Vidán Parkban? Azt hiszem Call Girl volt. ő felügyelte a tükörszobát. Az elvonás volt, kastélyban volt valami szerepe. Tényleg, mit csinált ott? Sose felejtem el. Pattacukrot árul. Egy évvel ezelőtt bementünk a Vidán Parkba ketten a Bennyvel. Azt a csodálatos, 7200-kettőnknek onnan indult. Csókolom, 7200-ért megérkeztettél a Vidán Parkba. És megérkeztem, bocsánat, ez nem a Vidán Parkba? Elnézést, kérdez, összetörtünk valamit? Vagy... Előre kikevizet. Vagy mi történt? Igen, ez egy múzeum és Vidán Park. Majd az első játék a 200 forintos kvad, amire fölülhetsz a gyereke. 2002-es belépő után 200-at dobjál be a kvadba, hogy üljél föl, nem? Mert miért kell neked extrázni? Van egy csomó ingyen a 2002-ért. A kvadozni az kell. A kaució de hogy az volt az első, hogy meg beléptél 2002, 5 méter, mondta Benny, ilyen gyerek volt. Üljünk föl a kvadra. Jó, mondom, Benny, gyere, üljél föl, megvárlak, addig iszom valamit. Jó, és mondja a srác, hogy hát akkor adjatok már 200-at. Mondom, tesó. 2002-re gomboltak, de most itt a perhet, mert te kivel vagy? És mondta, hogy soha nincs 200 fintos, és már nem volt nálam pénz. Ha nincs 200, nincs quad. Igen. Gyerekek. Jó, de mire fizettél be 7200-t a bejáratnál? Hát, jogos. A belépésre. De hogy, de milyen belépésre, hogy utána én 200-at fizessek a quadra? 7200-ben két kör quad férjen bele, nem? Hát de két kör izé fér bele, mondjuk körhinta. Ja, értem. Az az egyszerű balesetbiztosítás díja volt. Igen, igen. Juli itt van velünk. Hello, Juli, mi újság? Minden rendben, tartok befelé. De most tényleg betelefonáltál az adásba rendesen. Hozzánk, imádom ezt. Nagyon szeretem, hogy ilyen lelkes vagy. Tehát, hogy... Juli, könnyű volt bekerülni? Igen, sokat kellett győzködni annát, hogy bekapcsoljon. Volt az utolsó évre a gyerekekkel. Igen. És mondta, hogy védjem a Vidán Parkot, mert az én gyerekeim nagyon élvezték, nagyon szerették. És amit ki kell, hogy javítsak, tehát a János Vitéz... barlangvasúton ült elől a kormányos, és a hullámvasúton meg középen a második kocsiban volt egy kormányos. Tessék, de hát mondtam, hogy ült ott valaki azon a rohadmányos hullámvasúton, mondtam, hogy de nem, és mit középen csinált? Igen, igen, hát ő indította el egyébként a kocsit, tehát ő felügyelte azt, hogyha már mindenki bennül, és mindenki szépen becsatolta a láncot, akkor ő a tarás tartott, és aztán ott középen szerintem egy picit talán fékezett, szerintem neki az volt a dolga, hogy fékezzen. Nagyon vadult a dolog. Hogyha nagyon begyorsult a kocsi, akkor... Igen, ha nagyon begyorsult, akkor ő fékezte. De azt hiszem egyébként az év közepén, hogy ott ugye ilyen diák munkások dolgoztak. Igen, a végén már tudták, igen. Hogy hol merre hány méter. De biztos, hogy nem egy üzletkötő volt az állami biztosítótól. Itt írja le. Nem tudom, szárnyas szakája volt, meg pólója volt mindegyiknek. De úgy képzeljétek el, hogy a végén, amikor már ugye nem nagyon öltek bele pénzt, akkor... Hát ott mondta az egyik jegyszedő, hogy hát itt már minden csak szinten tartanak, és egy kislányjal, a két gyerekemmel plusz egy kislányjal elmentünk a Vidán Parkba, és van az a
a nagy hullámvasút mellett volt egy másik kis hullámvasútszerűség, ahol még forogtak az ülések. Tehát az volt a buli, hogy beültek négyen, és közben így ide-oda rángatott. És a legnagyobb, kánikulában úgy képzeljétek el, hogy a kis csaj felszállt egyedül, hogy ő még megy még egy kört, én meg lemaradtam a gyerekekkel, és felragadt a csaj. 20 percig ült fent szerencsétlen, úgyhogy forgott alatta ez a szar. Azt hittem, hogy pánikrohamot fog kapni. Mondtam, de várj, úgy ragadt fönt, hogy nem tudták megállítani? Úgy ragadt fönt, hogy ezt a forgást ezt nem tudták megállítani, mert a forgás az... annak volt egy ilyen tehetetlensége, tehát az úgy forgott úgy fent. Ott ültek fönt, képzeld el, egy másik pár, a hála Istennek a lány mögött ült még két ember, tehát ő nyugtatgatta a 10 éves kislányt, hogy 40 fok volt, vagy 45 fok volt ez a legnagyobb kánikulában, és akkor így álltam, így kiabáltam föl neki, hogy minden rendben, és akkor így kérdezték. Hajrá, király vagy, tarts ki! Jó hosszú menetet fizetem, hozom az üzemvezetőt! Mondtam, hívjunk egy orvost! Basszus, az enyém meg két perc után véget ér! Csalás! Szóval a történet vége az lett, hogy 20 perc múlva egy nagyon unott arcú, karbantartó megérkezett, aki föl lekapcsolgatta a biztosítékot, hogy ez bedöglött. Lent álltak mellettem a jegyszedők, akik nagyon röhögtek azon, hogy ott fönt azok még mindig forognak. Én kezdtem egy kicsit elveszíteni a türelmemet, hogy ott egyébként fönt egy 10 éves kislány ül, és a rohadtul be van szarva. Jó lenne, ha nem röhögnénk, hanem valamit csinálnánk. Hívjunk egy orvost. Mondom, miért? Mit csinálna az orvos? Mit, hogy fölmászik és beül a kocsiba, igen? Akkor a kislány akkor innen lentről megnyugtatja. Hát mondom, elkiabálni én is tudok. Tehát... Egyet értetek már az azonnali bontással? Nem. Tehát, hogy értitek már, hogy miért kell egy időpontban búcsút venni valamit, és lebontni? Várj, meg kell, hogy védjem. Ettől eltekintve, mert ez már a vége volt, tehát tényleg ott már nem nagyon ápolgatták a parkot, de hogy én azért nagyon szerettem, és a gyerekeim nagyon csípték. Tehát ott csomó jó játék volt. Szerintem ti a felét nem jártátok végig a Bennyvel. Befizettétek a hétrugót, és végig se ültetek mindent. Igen, megmondom őszintén, 7002-es belép után a 200-os kvadnál ott volt még egy vattacukor, azt mondtam, hogy jó, akkor menjünk. Nem, hátra mentünk, mert ott volt a gyerekrész, ott a gokártája mögött, ahol az óriáskerék mellett volt egy ilyen kis vasúti. És a dzsungelvasúta se ültetek föl, azt a gyerek nem élvezte. A dzsungelvasút? Az melyik? Aha. Az mit csinál a dzsungelvasút? Hát bemész, és akkor ilyen mindenféle műmajmok, meg mindenféle akármik ugrálnak ki eléd, és akkor mész. Kígyó volt benne. Igen, a kígyó volt, igen, és a sötétben néha eltűnik a fény, és akkor mész fölfelé, és akkor néha villámlik, meg mennydörög. Nem, szerintem az 2,5 volt a Benny, szerintem arra még én nem akartam akkor felültetni. Júli, ez nem dzsungelvasút voltam, hogy csak le voltam olva a hátul a kerítés, és átmentetek az állatkertbe. Az egy alternatív bejárat volt. És nem műmajmok voltak. Úgyhogy nagy élmény volt. Szóval középen ül a hullámvasúton, és elől a János Vitézem. Kösz, Júli. Jó van, gyere. Károly! Szervusztok, sziasztok! Te szereted a nevedet, hogy Károly vagy? Nem, igazából annyira nem. Nem gondolom ezt. Nagyon ilyen komoly. Igen, ilyen öreg uras. Csak Karesz. Karcsi. Na, az is, én meg még fiatalos vagyok. Igen. A Karesz az szerintem egy jó becézési forma. Figyelj, Anna írja itt nekem, hogy te tényleg vezettél hullámvasutat? Ez így van, egy nyáron át vezettem a hullámvasutat. Ami tulajdonképpen annyira nem is nagyon vezetés, mert az ABS-t helyettesíted. A hullámvasutnak van első féke, illetve hátsó féke, és mivel tárcsafék, és a kerekei fémből vannak, ez csúszik a sinen. És akkor ilyen ABS mozgással meg kell állítani, vagy le kell lassítani. Te voltál a bio ABS? Így van. És akkor elvégeztél egy hullámvasút vezetői tanfolyamot, és beültél oda középre? Nem, tulajdonképpen egy ilyen könnyű gépkezelői tanfolyam az, ami kell hozzá. Meg utána tényleg egy ilyen párnapos képzés volt ott. És ha jó napod volt, gyorsan mentek, ha kicsit untad, vagy fáradt voltak, akkor lassabban? Tehát, hogy tudtad csapatni, meg lassabban is menni, ahogy akartad? Ez így van, tehát teljesen abszolút a sofőr kezeli a sebességet. Éppen ezért én egyszer ki is siklottam vele. Ültek mögötted? Ültek, az volt a baj, hogy igazából csak a hátsó kocsiba ültek, és az első kocsi túl könnyű volt, és az egyik kanyarnál egy picit kiszaladt. És akkor mi van, megálltok az emelkedőm, te visszarakod a kocsit? Lesétálnak, és akkor mi azt másnap raktuk vissza, mert elég nehéz. Szóval értitek, gyerekek, hogy lesétálnak a hullámvasútról, tehát hogy azért... Egy ilyen konstrukció, mennyi? Van benne kaland élmény. Én nem azt mondom, hogy olyan kevés Japánban, meg Amerikában lehető legmagasabb, meg 60 méter, de elnézést, kisiklott a hullámvasút, tessék szépen itt a sineken lesétálni, de óvatosan, mert ha valaki leesik, nem biztos, hogy túl éri. És tényleg át kellett minden reggel nézni a hullámvasutat valakinek? Volt egy ember? Végig kellett rajta sétálni, tehát minden reggel végig sétáltunk a pályán. Aha. Megnéztük, hogy van esetleg valami szemét, vagy egy
bármi, ami esetleg ott ragadt előző napról, és akkor utána végigmentünk rajta kocsival. És jobb napokon hányszor kellett lemenned a hullámvasúton? Vagy fölül? Ezt soha nem számoltam, de szerintem egy olyan 30-40 alkalommal biztos. És borravalót kaptál? Volt-e egy valaki ödés, és összefúvalt, jól érezted? Sajnos nem. Viszont aprót találtunk folyamatosan lent a hullámvasút alatt, azt összeszedegettük. És olyan volt, hogy valaki láttad, hogy nagyon fél, és akkor kicsit jobban csapattad? Szerintem nem. Nem csináltál szerintem ilyet, hogy szerintem ilyen nem volt. Hát pedig neked már elég magas lehetett az inger küszöböd. Tehát, hogy ez még nem is olyan gyors, nem fékezek. Hozzá lehet ez, Szoci. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Vörös Marti tér. De jó, és a Vörös Marti tér. Én két dolog miatt nagyon szerettem annak idén a Vörös Marti teret. A karácsonyi vásár. Egyrészt mindig ott bandáztunk, amikor még rosszalkodtunk és pankoskodtunk, akkor ilyen tizenéves korunkban mindig az volt egy ilyen kedvenc törzs helyünk. Igen? De miért nem valamilyen Rákóczi térre mentetek, vagy ami, miért rondítottatok a szürke? Mert mindig az elzavartakon nem minket a stricik. A Vörös Marti tér olyan szép hely, ott nincs olyan gördeszkás fiatalok, graffitis fiatalok, kapucnis, mindent összefújó fiatalok. Mert az volt a lázadás, hogy mi lepattantan, szutykosan, mocskosan ott pankoskodtunk, miközben meg ott mindenki azért járt oda, hogy bevásárolgasson. Aha, és csili-vili legyen. Ez csili-vili legyen, ti pedig ott szerintem megyünk. Igen, a Fontánába, meg a City Grillbe, gyerekek. Hát ott a Vörös Marti út tér, ugye Váci út, a City Grill, az ott volt. Az igazi oka az volt, hogy akkor Lőrincről már kitiltották. Igen, akkor Vörös Marti tér. Bizony. És mindig így vágyakozva nézegettem ott azt az exkluzív cukrászdát, hogy vajon azon túl mi történhet? A falakon belül? A falakon túl. Tényleg, hogy igaz esetleg az a városi legenda. Hogy gyerekek, szerintem az nem. Nem? Tehát szerintem az egy városi legenda volt, amit valaki egyszer elindított, és azóta egy generáció úgy él, és úgy nőtt föl, hogy ott öreg nénik, idős hölgyek, nem öreg nénik, idős dámák a dobos tortába beleszúrják a villát, és az fölfelé áll. Én diplomata pudinggal ismertem, ahol a remeget. Ha lefele fordítják a kávés csészéjüket, akkor elfogyott a kávé. Akkor odaülhetsz mellé, és akkor fiatal tenyész bikákat keresnek, akik jó pénzért nagyon megbüntetik őket. Szerintem ez soha nem volt. Én még nem is pénzről hallottam, hanem általában valamilyen fuchsról. Tehát aranyat kellett adni, hogy a is, nem, a néninek kellett adni, hogy a hím, a kan, a tenyészbika, ahogy Balázs fogalmazott, kapott a végén valamilyen kis arany karláncot, vagy de ez nem nyakláncot, reális. Medállal. Na, mi volt? A néni fordított, aki kívánta, vagy a fiatal sejen fiú fordított, aki vihető volt? Tehát, ha ez valójában volt, hogy működött? Én bementem oda, és körbenéztem, és ha láttam egy idős nénit, és állt ki a Rákóczi túrosból a villa... Ha bementi, akkor te tudod, hogy működött. Mindig csak be akartam menni, és elmentünk ott mi is, ilyen karácsonyi vásárra gyerekként, gimnázistaként, és mindig ott nézzük, a cukrászda. Ott bent pedig, hát mesztelen 70 éves nők rohangálnak. Kerüljük egymással tökös vákos rétest. Gyorsan szálljunk fel a kis vonalat, húzzuk el, milyen messze. Álltam a tesómmal, néztük, igen, háttal a Fontána üzletháznak, hogy úristen, Tomi, nem maga kell a fertő. Nem megyünk kell be. Egy jó 24 karátos arany karkötő? Menj be te, nem menj be te, dehogy merek, nem merek. Szerintem ezt a tulajdonosok egyszerűen kitalálták, és a 80-as évek végén ez így elterjedt, és mindenki azt hitt, van, és bement, és annyira nem volt semmi. De ha volt, akkor kinél volt? A néni jelzett, vagy a fiatal fiú jelzett, hogy ha-hó, néni, vihető vagyok? Szerintem ha-hó. A fiú. A fiú jelzett, hát, hogy most képzeld el, hogy néni véletlenül úgy szúrta bele a villát, és oda mentek hozzá, hogy na mama, egy kör, mit akar maga most... briganti? Egyébként látod, hogy a fiú szúrta a villát? Szerintem a fiú szúrt, máhogy a villát, igen. Márjátok az volt, hogy lefele kellett fordítani a kávéscsészét, és az jelezte, hogy te... Aha. Táncba vihető vagy, tehát Kati néni vihető, lefordította a kávéscsészét. Szerintem ez legenda. Tehát én hallottam sütibe beszúrt villát. Nem tejszilbot kellett szétkenni a szádon? De igen. A melkasodon. Vagy volt ilyen titkos jel, hogyha te beültél és kértél egy feketét két cukorral, extra habbal, akkor az azt jelentette, hogy várod az idős dámákat. De akkor azt a pincérnő tudta, hát neki mondtad. Igen. És akkor ő oda ment az idős dámákhoz, hogy ne haragudjon Erzsike. Ott ül az a jó képességű fiú. Nem, néni, hát biztos nem így hívták azt, hogy asszonyom, vagy... Nagy sasszonság. És mi történt?
várta őket a bejáratnál egy taxi, átültél az asztalhoz, te mint sejjen fiú, és megbeszélted a nénivel, és ott ült egy 70 éves néni, egy 30 éves tenyészbikával, és kéz a kézbe kivonultak. Nem, oda mentél a kerekesszékhez, és kitoktál. Vagy kiment a néni, és egyszer csak fölállt a fiú, és kiment utána, és elmentek igen. lakásra. Valószínűleg az volt, hogy te jeleztél fiúként, hogy táncba vihető vagy, és hogyha a néni tejszínhabbal a kiskanál segítségével igen, átdobott egy ropit az asztalhoz. Igen, akkor igen. együtt mehettetek haza. De hogy... és valaha valaki beszélt már olyan emberrel, aki legalább egyszer szúrtott egy dobos tortát? Vagy elvitt egy jól karbantartott milfet? Szerintem valaha valaki csinált valamit? A tortába szúrás az csak egy jelzés lehetett, és hogyha átküldött a madám a srácnak az asztalára mondjuk egy lúdlábat, ami egy stilizált bermuda háromszög formájú, akkor tudta, hogy akkor minden oké. Okay. Valahogy át kellett jelezni a másik asztalhoz, nem? Aha. Hogy akkor oké. Okay. Hát valahogy jelenni kellett, persze. És akkor ezeket a fiúkat akkor utána elvitte a nénye, és akkor ott valami közeli Váci utcai lakásra fölmentek, a kisfiú elkapta a nénit, és ezért ő pénzt kapott. Így van, és pontosan. És ki találta ki, hogy ezt egy menő cukrászdában kell megülni? Hát máshol hol ülték volna meg akkor? Hát mit tudom, én a Váci út... A jégbüfébe, vagy a Váci út első padján, ha ülsz keresztbe tett lábbal, akkor a néni oda söndörödik melléd, leül, megsimogatja a szobát. Ez miért egy cukrászdában? Arra gondolsz, hogy ez vírusmarketing a cukrászda részéről? Hát de most hány van? Vonzerő? Arra bemész? Nem, mert ez egy menő helynek számított. Tehát, hogy egyrészt ugye a pénzes nénjék, azok nem ültek be, csak úgy akárhova szerintem, egyrészt. Másrészt meg leülős hely kellett, aha. hogy legyen, ezért például égbüfő nem volt alkalmas, hiába volt minőség. A másrészt pedig akkor tehát ilyen igazán exkluzív helyek, ilyen kávéházak nem nagyon voltak. Igen, hát hol akkor... ültek volna be egy ilyen késdobálóba? Igen, egy ilyen, ilyen lambériázott, hogy hívják be? Ilyen mesztelen nős naptáras, piros késdobálós. Műbőr, piros műbőrszék. Műbőrszékes, igen. Flipperes helyre. Nem. Hát, igen, hát látkozva ezeket a kávéházakat, ezeket ugye bezárták, bútoraktáraknak használták, tehát hogy ugye gyönyörű, szép, hihetetlen stílusú kávéházak egész egyszerűen nem működtek, vagy vegetáltak, be voltak zárva, és tényleg ilyen bútor lapokat használtak benne. Aztán, hogy ezeket felújították, és újra megnyitottak. De az a cukrászda, az működött. És idős férfiak is szedtek föl fiatal férfiakat, vagy nem, őket? Nem, ez kifejezetten idős hölgyek fiatal férfiakat? Aha, nem, ez egy teljesen szimpla, már hétköznapi hetero vonal volt. Szerintem azzal a különbséggel, hogy nagyobb volt a hétköznapi és a szimpla azért egy 20 éves srác, 70 éves idős nagymama, vagy idősödőcske, azért az a szimpla és hétköznapi, hát nem. Hát figyelj, neki belefér. Hát most talán kevésbé szimpla és hétköznapi, hát ki mire megy, nem? Telefonált valaki? Igen, beszéltem egy István nevű sráccal, ő nem akar adásba szerepelni, mert nem vállalja föl azért így hivatalosan, ő a 90-es években főiskola tessék. Után. Akkor ez létezett gyerek. Jártak oda? Igen. De konkrétan? Tehát igen, oda. Igen, és azt mondta, hogy nem villa beleszúrás meg ilyesmi, hanem hogyha küldtek süteményt, és elfogadtad, uh-huh. a hölgy küldött süteményt, és azt mondtad rá, hogy nagyon szépen basszus, köszönöd, engem bólintottál. Volna. Akkor ez azt jelentette, hogy igen, mehet a buli. Tehát ültél ott az asztalnál. Igen. Megjött a lúdláb. Aha. Oda néztél, és láttad, hogy Marika néni átinteget, hogy ő küldte. Így van, ha elfogadtad. Akkor? Hát akkor. Akkor vinni kellett Kati táncba? Marika néni átült hozzád? Vagy így gondolom, igen. hogy megbeszélték utána a részleteket. Ha visszautasítottad, akkor ezt de várjál, hát ezek jó módú nők voltak valószínű, ugye? Hát gazdag igen. idős hölgyek, tehát valószínű akkor az lehetett, hogy ők odahívták a taxit, beültél a taxiba, elmentetek, és hát... Ennyi, rágugolt a gigolóra. Tessék? Rágugolt a gigolóra. És igen, és és lakásra mentek. Igen, de abszolút, persze. És István konkrétan megcsinálta? Én szerintem tudti, hát azért nem akar adásba jönni. Nem mondta el? Nem. Mi értéke volt akkor egy ilyennek? Tehát 3000 forint, 5000? 1000, 30000, 10000? Mi volt az értéke egy, ha plusz a egy férfi testnek? Nem most betudjuk, igen, plusz a ludlám, igen. Tehát most be tudjuk lőni, hogyha egy férfi vesz igénybe egy ilyen szolgáltatás nőtől, az körülbelül mennyibe kerül. Úgy általának ma van egy piac érték. Akkor mi volt? 500 pengő? 4 milliárd mil? 4 milliárd mil pengő? Nem volt, de ahogy igen, Károly Robert arany forint. Igen, veretett aranypénz Mátyás udvarából? Hány dukát? Igen, 4 milliárd mil pengő? Főiskola elég jól jött, azt mondta.
Tehát, hogy a főiskola mellé volt kis kiegészítésnek. Aha, hát gyanítom, nem napi szinten csinálták azért ezt a srácok. De lehet, hogy csak beszélgetni kellett a nénivel. Nem biztos, hogy persze, nem hiszem. Teli szája. Hát most nem arra gondolok, hanem, hogy a néni elmondta az életét, meg kellett hallgatni. Nem és hiszem. Hát de jaj, vagy te Balázs. Tessék? De figyel, vagy. Azért miért? Gyerekek, egy ludlábért beszélgetek. Már többhez több kell, de egy ludláb, egy Rákóczi túros fél óráig mondhatod a bajodat. De azért miért nem volt a szobára? Hát azt lehetett volna cukrászdába is beszélgetni. Mondjuk ez igaz. Ja, ilyen már fiatal ember mesélnék a honfoglalásra. És ott beült egy külföldi turista, na, és az véletlen elfogadta a ludlábat, akkor egyszer csak azt látta, hogy hat néni ott mosolyog rá, és nagyon integet neki. Már vitték is. És már vitték is, és egy taxiban ébredt kitömött szájjal valahol egy Robert Károly körülti lakásban. Viszont egy aranykarkötővel a kezén. Egy aranykarkötővel a kezén? És nem emlékezett rá, hogy mi történt? Az nagyon durva lehetett. Ez elképesztő. Nem? Nem mondta az árát? Én nem mondtam. Nem mondta meg. Ja, hányszor csinálta, nem kérdezted? Én szerintem főiskola alatt. Főiskola úgy éreztem, alatt. Hogy főiskola alatt ez a buli ment. És úgy mondta, hogy a képviselő fánkot. És úgy mondta, hogy az osztálytársakkal, tehát a srácokkal többes számba beszélt. Hoppá! Tehát ők fősuli után mehettek oda, én gyanítom. De akkor ők ilyen kényszer dzsigolók voltak. Persze, egy kényszerpályán mozogtak. Milyen jó lett volna neked, ez nem jött. Te tudod, Jani, hogy egy ludlában mennyi pénzt lehet keresni? Mi édes szájú is vagy? Gyanús is nekem, hogy kijár cukrászdába állandóan. Fura vagy, és nem valami fiatalkori függőség ez a cukrászdába járás? Hogy hát egyszer már látsz egy ilyen ludlába állított villát, és valaki meg... Arányom! Mi meg érted, mi meg ott ültünk az izénél, ott hívják, a Vörösmarty szobornak az alján, azt ott hogy hívjákoltunk, jobbofáskodtunk meg. Gondolkodtunk rajta, hogy este hova menjünk. Mi lett volna bátor? Aurórára vagy Kreténszre. Ehelyett meg bementem volna a cukrászdába, azt halálra zabáltam volna magam. Nekem még a karkötő se kellett volna. Bátor vagy, és valaki csak azt mondja, hogy anyanyom, küldtem egy lúdlábat. Szerettem volna 16 évesen. Mi elkapott volna egy idős hölgyecske? Kicsinált volna valószínű. Mindom, mi nagyon sokat álltunk a bátyámmal a Vörösmartit, és így néztük, tudod, és kicsiként, hogy emlékszel, hogy nagy az épület, igen. Nagy a felirat, és úgy menj be te. Dehogy, hát ott, és tudtuk, hogy ott vannak bent, mert az a legenda az már így elért hozzánk, elsős gimnazista, 14 évesen. Soha nem mertünk bemenni. Soha. Miért nem dobtad oda magad? Párba is bevállaltak volna még? Hát, az egyfajta tudatmódosítás, látod a bratyódat a néni másik égén, nem? Igen, hogy így ízét szívkoltuk egymásra. Szóval, nyugi, meg lesz a zseppén, csinálj csak. Nem kérdez semmi, tesó, hallod? Nem mondtad, hogy... Tarts ki, tesó, mindjárt vége, gondolj az arany karperecre. Fiúk, ma szkanderoznátok a hátam, mit mondom? Hogy csibészek vagytok még? Fizetek 5000-re? Két hónap és az Adrián vagyunk! Két hónap és az Adrián vagyunk! Skanderoz, tesó, skanderoz a kutyáját! Írd ki, tesó, írd ki! Most nem cseréljetek meg. Helyet, rátolatok, te kis huncuk! Igen, mert ilyen nem volt nagyon. Mondom, mi sosem mertünk bemenni. Bemegyünk csütörtök után. Hát, tehó, én kívülről gyerekek, nézem. Hát, ha rám küld valaki egy ludlábat. Melyikünk kap előbb egy szelet sütét? Jó, én bemegyek. Na, most figyelj. Egy ludláb, nem? Hát gyerek lassabb ballag, valamit adnom kéne neki. Aranykarperec megteszi. Amilyen szerencsés, hogy kiküldte. Én küldtem Balázs, és ott egy 160 gyere jutca. Elgetted a ludlábat, nem menekül. Nem tűnt fel, hogy kreszkrémes kaptál, bakker. Kint várunk a spanyaimmal. Ezt már a szörpa. Sírni fogsz kicsinikó. Csak srácok, csak ez egy rádió műsor, csak vicceltünk, nem azért. De menjünk be együnk egy sütit, nem? Nagyon jó. Szerintem? Ha más nem én küldök rátok. Jó. Nem á. Kaptok egy ludlábat tőlem, a másik asztaltól. Egy ludlábi megéri, nem? Mondjuk az fehér arany rajtad, nem? Az ujjadon, azt elfogad. Igen. Én úgy hallottam ezt a sztorit, hogy idősebb hölgy kávét küldött a kiszemelt úriembernek. Ahány cukor volt a kávéhoz, annyiszor 10 000-et ért meg neki egy kis pajkosság. Aha. Csak egy ilyen félbe harapott kockat. Igen, hogy működik ez a városi legenda? Mindenki máshogy hallotta. Én úgy hallottam, hogy kávét habbal kértél, akkor az azt jelentette, hogy kapható vagy. Küldtek neked egy szelet sütit, ha elfogadtad, akkor átülhetél a hölgy asztalához, és mehetett a móka. Az én pasim a 90-es években csináltam, egyáltalán nem nénik, inkább 40 éves csajok voltak ott, bent a cukrászdában, írja egy hallgató. Kapani kellett a sütit tetejét a villával, ugye ezt mondtuk, ez volt a jel a fiú részéről. Aztán írja valaki, vagy kérdezi, hogy hallgatlak benneteket, itthon anyósom is hallgatja a rádiót velem együtt, és lefordította a kávét a fehér szőnyegre, most mit tegyek?
Elkapjam, vagy neki? Nem. Neki. Hát az, hogy mennyire van kifugszol. Nem, attól függ, hogy hány cukor van a kávé mellett kirakva. Én úgy hallottam, hogy a Bikuci kirakta a szörös kulcstartót bejelentkezéshez, és erre érkezett valami nem túl jó torta. Tehát a városi legenda a hatodik verziója, hogy a férfi rakta ki a kulcstartót, és arra jött. Igen. Szakácsuliba jártam, az osztálytársamnak ez volt a jövedelem kiegészítése, konkrétan abban a cukrászán, amiről beszéltek, havonta 2-3 délután, ha meghajtott a havi 8-10 forint, 16-17 évesek voltunk, ezt Tom küldte nekünk. Van még egy 80-as évek működött, ugyanaz a cukrászda, a gyufás doboz állása volt a jel. Hogy hogy áll az asztalon a gyufás doboz? Aha, tehát hogyha felállítottad, akkor aha, az... Lefektetted, állítottad, hogy át, mi volt a jel, nyilván ez is ki volt dolgozva. De jó, hogy nem Málna... tehát olyani. Igen. Következő. Málna fagyit kellett kavargatni fordított kacsát. Jaj, jaj, ezek már ilyen. Szerintem nem volt ez az egész ennyire túl bonyolítva. Sokkal egyszerűbb lehetett. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Monica Lewinskyt megszólaltatták. Na. És ugye nem ez mindig... Nem volt foglalt a szája. Tessék? Hát, nem, most nem teljesen erre akartam kiukadni. Tehát nem feltétlenül hát, az ován is. Monica Lewinsky. Csak ez jut. De nem egyből ezt. A szerető milyen, amikor borít, mi történik, mit csinál a szerető. Nem az, hogy konkrétan mi történt az ovális irodában. Ugye ő most borít állítólag, mert a Vanity Fairnek adott egy hosszú interjút, ahol beszél az afférról, és beszél arról, hogy milyen lett az élete azóta. Ő volt az internetes, tulajdonképpen, hát antisztárok első képviselője, aki az internetnek köszönhette azt, hogy őt így megszégyenítették, és mert az internet gerjesztette ezt a dolgot, mindenki elítélte, mindenki tönkretette, közben pedig Bill Clinton is benne volt ebben az afférban, adott egy hosszú nyilatkozatot, és elmondta, hogy egyszer fog írni egy könyvet, amire már volt szerződése, nem jelent meg, csak régebben, de most egy újabbat tervez, amiben mindent borít. Aha. És mindent leír. De elfogyott a pénz, vagy... Nem, azt mondja, hogy belőle bűnbakot csináltak, és mindenki őt ítélte el, Clinton a mennybe ment, bevallotta a feleségének, Amerika megbocsátott neki, és hát úgy csináltak ott Amerikában, mintha erről csak is kizárólag Monica Lewinsky tehetne, ami ugye történt 99-ben, vagy... Jézusom, 15 éve. Hát igen, 99-98-ban történt, igen. Ugye ez azért érdekes, mert mindig van az a pillanat előbb-utóbb egy kapcsolatban, főleg egy titkos kapcsolatban, amikor ugye hát a harmadik fél a szerető borít. Aha. Ugye? Az egy érdekes dolog. Monica azt mondta, hogy neki most nem ez a célja, csak egyszerűen leírja az igazságot, ő azóta milliókat bukott el, munkát bukott el, nem alkalmazták, meghurcolták, megalázták, mintha ő valami rosszat tett volna, vagy hát legalábbis csak ő lenne a bűnös. Az hogy Bill Clinton nem. Hogy robbant ki annak idején, te arra emlékeztek? Hogy azt Mónika mondta, hogy... Nem csak ő volt a bűnös, hát a bűnös bevallotta a bűnét. Hát a bűnös nem úgy vallotta be a bűnét, a bűnös hamisan tett esküt, mert azt mondta, hogy nem történt semmi. Igen, tehát azért ez nem volt ilyen egyszerű. Igaz. Tehát Bill Clinton esküdszék előtt elmondta, hogy nem volt szexuális afférem azzal a nővel. Tudjuk, hogy na nem most az Amerikai Egyesült Államok elnöke eskü alatt hazudik, és utána ezt neki megbocsátják, és akkor utána tényleg kiderült, tehát hogy azért ő nem úgy volt, hogy Monica Lewinsky a botrány kirobbant, egyébként a barátnője robbantotta ki. Tehát ő elmondta valakinek, aki rögzítette a telefonbeszélgetést, és így a telefonbeszélgetés került ki, hogy a Monica Lewinsky egy régebben a Pentagonban, majd a Fehérházban dolgozó barátnőjének elmesélte az affért Clintonnal, és ez így derült ki. De a Clinton hát azért ebben nyakig benne volt, és hogy azért írja meg ezt a könyvet, és azért borít mindent, hogy azok, akik hasonló cipőben vannak, azok, akik mint az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak, amin ő keresztül ment, hogy ne egyfajta bűnbakként nézzenek rájuk, hanem ők igenis áldozatok, vagy legalábbis mind a két felet ítéljék el olyannyira, ami megérdemelt lenne. Érted? Te valahol érthető egyébként, igen, amit mond. Igen, de ugyanakkor ez az áldozat. Tehát ő nem azt mondja, hogy ő nem... Magára, hát. De ő nem azt mondja, hogy nem hibázott, hogy nem hibáztam. Benne. Aha, értem. Hanem azt mondja, hogy nem csak én hibáztam, engem meghurcoltak, őt felmentették, azóta is mindenki szereti, és rá úgy tekintenek, mintha csak ő lett volna ebben a buliban benne. Tehát valahol ez az érvelés egyébként érthető. Nyilván, ha az Amerikai Egyesült Államok elnökére rámászó nőnek az érvelését, meg lehet érteni. Ez a Clinton ugyanúgy nyakik benne van. Persze, de az Amerikai Egyesült Államok elnöke is attól függetlenül, hogy köztiszteletben áll, hogy annak örvend, és hogy vannak elvárások vele szemben a nemzet, meg a család, meg az amerikai állampolgárok részéről, mégiscsak egy ember. Na, de Clinton se tudom sajnálni, hogy szegény ember ő is hibázik, nem?
Persze. Vagy te Mónika Lominskit jobban elítéled? Nem, nekem a dologgal kapcsolatban az a véleményem, vagy van egy ilyen kérdésem, vagy szerintetek akkor is megírta volna ezt a könyvet, hogyha tovább tartottak volna a meghívások a különböző showműsorokban, hogy ugyanúgy megkapta volna a kis pénzét azért, hogy előadásokra menjen meg, hogy beszélgessenek vele. Már hogyha nem tűnt volna el a süllyesztőben, hogyha nem szűnt volna meg a bulvár számára létezni, akkor ő nem írna egy ilyen könyvet, nem foglalkozna az egésszel, hogyha a bevételei még mindig olyanok lennének. Oké, szóval nézzük az ügyet morális szempontból. Tehát, hogy tudom, ezért nehéz morális szempontból néznem a dolgot. De akkor kívülállóként, akkor mit véleményed az ügyről? Mónika Lewinsky, kíváncsi vagyok. Ki a hibás? Tehát szerinted Mónika? Clinton nem? Vagy a Clinton nem, is? De miben hibás? Az egy megtörtént a dolog? Ami megtörtént, hogy a szerető az egyébként egy ilyen esetben hibáztatható-e? Vagy jó az, hogy csak ő viszi el a balhét, egyébként Clinton nem viszi el, egyáltalán milyen az, amikor a szerető borít, ugye? Aha. Hát azért ezt nyilván sokan megélik, amikor, és hasonló státuszban vannak most is. Amikor harmadik leszel egy kapcsolatban, akkor te vállalod azt, hogy te nem leszel a párja annak a nőnek, vagy annak a férfinak, akikhez beszálltál ebbe a dologba, ugye? Hát attól függ, mi a feltételrendszer. Persze, nyilván, hát ennek több oldala van. De szerintem. Most Mónika valószínűleg tudta, hogy nem lesz ő az új first lady. Hát ezt, ugye? Igen, ő beleszeretett a Clintonban, tehát ő betegesen ragaszkodott hozzá. Volt. Ő persze, ő beleszeretett a Clintonban, akkor nagy ügy volt, hogy ugye ott hozzáért, kielemezték a felvételeket, megsimogatta, megsimogatást, hogy félreértette, már jelnek vette, ugye? Tehát, hogy azért itt sok minden volt. Szerintem mind a ketten áldozatok ebben a dologban. Bill Clinton. Hogy lehet Bill Clinton áldozat? Áldozat ő is, mert most gondolj bele, hogy ha a világon bárhol felmerül az ő neve, akkor nem úgy fognak róla beszélni, hogy nem úgy gondolnak rá, mint mit tudom én, Jimmy Carterre. De ha te az Amerikai Egyesült Államok elnöke vagy, és te orálisan szeretkezel valakivel a Fehérházban, te áldozat vagy? Azért vagy áldozat, mert ez fog az embereknek az eszébe jutni. Nem az róla, hogy köztiszteletben álló csináltad. Ember. Hát az áldozat az, aki... Persze, ezt értem, aki hogy nem ő csinálta, hogy valamiről... ez valaminek a következmény. Én csak azt mondom, hogy ő is ugyanúgy áldozat. Mert de nekem az áldozat szó azt jelenti, hogy hát ő az áldozat, tehát nekem a Mónika Lewinsky akkor már nagyobb áldozat ebben az ügyben, mert 10 évig meghurcolták, kiközösítették, érted? Tehát aki áldozat, az inkább a Mónika Lewinsky. Hát miért a Clinton nem lehet ugyanúgy áldozat? Mónika... Az Amerikai Egyesült Államok egyébként a feleséged ott van a másik szobában, és te orálisan szeretkezel, na az nekem minden csak nem áldozat. Én szerintem... Tehát áldozatnak nem mondanám. Azért mondom, hogy áldozat, mert ez egy nagyon komoly presztízs veszteség az Amerikai Egyesült Államok elnöke, akik nem úgy vonulva a nemzeti panteonban, mint egy mint nagy elnök, hanem... mint mondjuk Jimmy Carter, hanem úgy gondolnak rá, hogy na ez volt az a csáva, aki lepippantotta magát. De ha ilyen hülye vagy, hogy te az ovális irodában feleséged majdnem, hogy szeme láttára csinálod, akkor balek vagy, hülye vagy. Azt hiszed, hogy mindent megtetsz, de nem vagy áldozat. Hát az nem áldozat. Oké, az ebben igazad van, de ez a Mónika oldaláról derült ki, tehát a Mónika Lewinsky keresztül derült ki. Ugye ő egy barátnőjének elmesélte, aki ezt fölvette, és eladta. De eljutottál odáig, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyél. Nem gondolod, hogy az a 17 éves lányai, aki egyébként boldogált ezt az ovális irodában, hogy nyilván nem mondja senkinek. Ennyire nem lehetsz hülye, ha te vagy az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Hát, nyilván nyilván maradjon, jó, nem mondd el senkinek. Nyilván nem mondd el senkinek. Oké, nem mondom el senkinek. Figyelj, gyere, üvány. Nem fogod elinni, mi történt tegnap al. Hát, ahogy beszéltünk, tudod, a Pentagon ügyeidől, na utána közvetlenül... Bizony, hát de Bill nem volt hülye, ő nem mondta el senkinek, ő megtartotta volna Bill? A titkot. Bill volt a leghülyébb szerintem. Há, azért, mert Bill utána egyébként ugye, hát félrevezette az igazságszolgáltatást, hát hamisan tanúzott, mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke, de hát ott az igazi lúzerség. Tessék? Hát ott már próbálsz menekülni, mikor így rád kopogtatnak az újságírók, hogy Billy bátyó, akkor tessék már ezt meghallgatni. Meg úgy tudta, hogy ez nem megcsalás. Igen, hogy volt és egy ilyen... És a másik, amit a múlt héten erőltettél, ugye? Volt egy ilyen díl a feleségével, hogy az nem megcsalás. Volt valami, hogy a Mónika megőrizte a ruhát, arra emlékeztek? Mónika Lewinsky megőrizte a ruhát, és a ruháról vettek, és a ruha volt aztán a bizonyíték, hogy ez valójában megtörtént, mert hogy ő direkt megtartotta a ruhát, és ezt mesélte el egy pentagonos barátnőjének, az fölvette telefonra ezt a beszélgetést, elvitte a Védelmi Minisztériumba, az kirobbant, és itt kérték be a ruhát, és a Mónika bement a ruhával tanúsítani, hogy hát ott azért vannak külsérelmi nyomok. Aha. Uh-huh. A ruhám. Én mindig megállok egy ponton, olyan szépen lavírozok, mindig megállok egy ponton, erre te belemész a nádra, ide-oda fröccse. Nem, csak voltak rajta külsérelmi nyomok. Leszakadt egy gomb. Na látod, így kell ügyesen lavírozni. Na látod, olyan szépen lavírozok mindig. Meg a buksimat. Igen. Mónika Lewinsky miért ment tovább? Tehát, hogy ő például miért nem mondta azt, miután kiderült az ügy, minden tisztázódott, hogy megtörtént az esemény, és miért nem mondta utána azt, hogy akkor oké, én visszavonulok, vagy érted? Tehát, hogy hosszú éveken keresztül ebből élt, és igen. Ebben a Janinak igaza. De gondoljatok bele az ő helyzetében. Tehát, hogy
Mert itt fura, mert kicsit azt érzem, hogy mindenki inkább a Clinton oldalán van. Igen, vagy, csak ez vagy, a vagy, ha nem is a Clinton oldalán, de nem a Monica oldalán. Tessék? Tehát ez a nő ez parádézott a show műsorokban, és nem az volt, hogy akkor elmondok mindent, és hogy ezzel egy picit így könnyítsek a lelkem. Nem, ő fellépti díjat fogadott el azért, hogy elmegy show műsorokba erről beszélni. Egy ideig megpróbált csöndben maradni, nem kapott állást, és aztán elindult show műsorokba hakrizni. Tudod, mit mondta Clinton? Hogy miért hazudott eskü alatt a törvényhozás előtt, tudja meg az igazságszolgáltatás? Azt mondta, hogy szerint ez nem szex. Tehát, mert azt kérdezték, hogy volt-e szexuális afférja a Monica Lewinsky-vel, és azt mondta, hogy nem, soha nem volt szexuális afférom. Ugye, hát ez egy ilyen szállóige lett azóta, mint a Houston van egy kis probléma. De ugye a Clintonnak ez a mondata. És ő azt mondta, hogy azért mondta, milyen felvilágos útember. Mert hogy nem volt. Mert hogy ez neki egyébként nem az. Tehát ez csak egy ilyen kis felüdülés. És nem is na, volt jó. Tessék? Nem is volt jó. Tök ügyetlen volt. Jogos-e az, amikor a harmadik borít? Tessék, én most nem a Monica Lewinsky ügyel akarok foglalkozni, hanem belemenni és keresni olyan hallgatókat, akik mondjuk harmadikok egy kapcsolatban, évek óta akár elmondják nekünk telefonon, hogy borít a szerető, milyen szeretőnek lenni, mikor borítasz, jogos-e, hogy borítasz, mit tud csinálni a szerető, árt, nem árt, egyáltalán hogy van ez? Szerintem hogy nem működik? Jogos. Tessék? Nem jogos. Nem jogos, és én ezt megmondom őszintén, hogy ezt elítélem például. Amikor a szerető borít? Igen, mert a szerető az úgy megy abba a kapcsolatba, hogy tökéletesen tisztában van azzal, hogy nem juthat harmadik. Nagyon révbe. Tehát, hogy ő a harmadik. Hát várjál, itt azért vannak árnyalatok, hát ha úgy megy bele. Mi van, ha apunak van egy másik élete? És a szerető nem tud arról, hogy van anyu, meg van két gyerek? Jó, ha vagy apu... a szerető egyébként ígéreteket hall, hogy fél éves elválok, egy éves elválok, két éves elválok, és aztán a szerető csak vár, majd egyszer borít. Tehát itt vannak azért pikánsabb dolgok. Ha megy az áltatás, meg az alakoskodás a férfi részéről, és tényleg ezt mondja, amit te is, hogy akkor fél év múlva elválok, meg már úgyis egyébként a házasságom tönkrement, és hogy eljön majd a te időd is, csak még rendbe kell tennem egy-két dolgot, és ezt húzza, halasztja, akkor ott azért érzem a jogosságot. Akkor menjen az a szerető, akkor azért ott már meg tudom érteni. De ott is egyébként akkor nem lehetne annyit csak, hogy akkor egyszerűen kilépek belőle, és akkor jó van, akkor... Nem, mert szeretik. A nők nem így működnek. Igen, mert a nő nem szerelmes. Nem, a nő nem így működik. Hanem hogy működik? Hát szerelmes a pasiban. A szerelmes a pasiban. Meg akarja magának szerezni. Amíg nem kapja meg. Abban a pillanatban, hogy egy nőben realizálódik, hogy nem kapja meg a palit, ott jön a bosszú. De miért borítasz? Akkor már tudod, hogy a tiéd se lesz. Akkor elindul, hogy az enyém se. Akkor az övé se. Érted? Tehát egy nő, a szerető sokszor addig szeret, amíg ugye tudja irányítani birtokon. Amikor rájön, nincs meg a birtoklás és az irányítás, akkor leginkább egyébként a nők csinálják ezt a pasik ritkában, akkor jön a borítás, rohadjál meg. Akkor nekem is elmegy a másik nőhöz és elmondja neki. De nem nehéz azért, mert hogy halálosan szerelmes még mindig, és azt gondolja, hogy ha azt tönkreteszi azt a kapcsolatot. Hát ez is benne lehet nyilván, de lehet szerelem, dűh, féltékenység, irigység, egy csomó minden. Persze. Én itt ebben a dologban megmondom őszintén, hogy ami igazán nagy problémát látom, az nem is az, hogy oké, másiknak kárt okozol, vagy a másikon bosszút állsz, vagy a másikkal teszel valami rosszat, hanem ott van adott esetben tényleg egy feleség, vagy ott vannak a gyerekek, és hogy olyanokat vonsz bele ebbe a dologba, akiknek a testvérelmethez az égvilágon semmi közük nincsen. Például ilyen esetben mondjuk a két gyerek, vagy egy gyerek, vagy akárhány gyerek van, azokon is csattan az ostor, mert szétesik körülöttük a család. Jó. Egyik aztán az egészen semmi közük nincs. Az, hogy mondjuk egy ilyen kaka ember az apukájuk, aki alakoskodik, hazudik, ez egy dolog. Szép idea, de hát nyilván, ha egy nő, aki ígéreteket hall egy éve, az nem azzal foglalkozik, hogy van egy két éves gyerek, hanem ő át lett vágva. Neki hazudtak, őt megcsalták, neki ő ígéreteket kapott. Igen, hát csak akkor nem egy ember ellen bosszul. Hanem mondjuk adott esetben hát azon nem tud bosszút állni. Na de arról megint nem a szerető tehet. Arról nem apu tehet? Vagy egyébként a szerető egyszer csak leül a küszöbödre és megvárja anyut? Tehát én a szeretőt a legritkább esetben tudom elítélni. Szerintem soha nem a harmadik a hibás. Még akkor sem megjelenik a lépcsőn és azt mondja, hogy ja, itt vagyok, van egy másik anyu is a dologban. Tehát a falpasik hajlamosak így gondolkodni, ugye? Hogy milyen ember az, aki elmegy és borít? De milyen ember az a férj, akinek közben egy évig szeretője van? Nem? Tehát a szerető a hibás, nem a férje a hibás, hogy neki egy évig szeretője volt? Érted? És az abszolút elképzelhetetlen, hogy úgy záródik a dolog, hogy mindenki megy a dolgára? Ilyet hallottatok? Ilyen volt? Hogy? Hát, hogy egy mit tudom, csinálták egy évig, kettőig, akármi. Szerintem minden van. Aha, tehát hogy az is. Tehát, hogy minden típus létezik, persze. Szeretőként nyilván saját magadat nézed egyedül, amikor borítasz.
Nem? Tehát amit te mondtál, János, hogy ugye ott a gyerek, ott van az asszony, abban nem mennél bele, nem fog érdekelni ott abban a pillanatban. Tehát te azt érzed, hogy kihasználtak, azt érzed, hogy eldobtak, becsaptak, mert azt ígérte apu, hogy még egy fél év is költözöm, és hogyha ha ezen végigmentél, akkor utána már szerintem semmi nem számít. Nem? Ott már borítasz. Hogy azért borítasz, hogy megígéreteket kaptál. Igen. Aha. Hát nyilván. Semmi nem számít. De hibás vagy te, hogy borítasz, a közben egyébként egy évig neked minden megígértek? Mert a Jani azt mondja, hogy aki elmegy és leül a lépcsőre és borítja az egész családot, az hibás. Szerintem, én azt mondom, hogy kevésbé. Igen, ha mindent megígértek, tehát ha az volt a deal apu és a szerető között, hogy apu azt mondta, hogy még egy fél év és mégse jön, és mégis oda jár haza, és mégis ott él, akkor azt hiszem, akkor de milyen deal? De hogy lehet itt dealt kötni? Vagy milyen? Hát az, hogy összeszerelmesedtetek, elkezdtetek, van egy 20 éves házasság, két felnőtt gyereked. És kötsz egy dealt egy másik nővel? Az hogy néz az? Hát nem tudom, hogy hogyha ezt mondod, amit te mondtál, hogy a férfi azt mondja, hogy igen, szerelmes lettem beléd, történnek dolgok, de otthon még nem tudom megoldani. Uh-huh. Hogy várj egy fél évet. Érted? És várja a leggyávább dolog. Igen, és várja a fél évet, és nem történik semmi. Akkor jogos a borítás. Ilyenkor tudod, miért vár a pali? Egyrészt megnézi, hogy milyen a nő. Kettő, megnézi, hogy borítsa az egészet. Aha. Három, megnézi, hogy meddig tart, és jó-e az még fél év után is. Tehát ez mindig egy ilyen nagyon kényelmi szempont annak, aki ugye... Középen van. Ha mondjuk mind a két nőt szereti, akkor az egy nehezebb helyzet. Ez nagyon árnyal téma, szerintem egyébként. Érdekes. Igen, mert érdekes valóban, hogy tényleg az de nem a harmadikat tartom hibásnak, hogy megy és borít. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, Erzsi vagyok. Erzsi, halló, te 12 évig voltál szeretői státuszban? Igen, 12 évig voltam szeretői státuszban, bizony. Az jó hosszú idő. Hát hosszú idő. Neked nem is volt közben senkid? Nem. Csak aha. Ez a férfi, aha. Igen. Ő neki családja volt? Igen, volt neki családja, még mai napig is megvan neki a családja, és én tudtam ezt, hogy van neki akkor, és én nekem ez kényelmes volt. Persze voltak hullámvölgyek nálunk is, volt, amikor én is azt szerettem volna, hogy együtt éljünk, de be kellett látnom, hogy én nekem az én gyerekeimnek is jobb az, hogyha nincs most a apjuk, meg az ő családjának is jobb, hogyha nem tudják meg azt, hogy van neki szeretője. Bocsát, neked vannak gyerekei, tehát akkor igen, te elváltál, igen. Uh-huh. De érzelmi alapon működött a dolog, vagy ez egy ilyen megbeszélt dolog volt, hogy jól érzitek magatokat együtt? Érzelmi alapon. Uh-huh. Persze meg is beszéltük, mert azért az elején ezt tisztáztuk, hogy fog ez alakulni, de érzelmi alapon működött végig a kapcsolat. És akkor ő nem hitegetett téged semmire? Nem. Hát ez egy tiszta helyzet, szóval itt nincs is nagyon miről beszélni, mert ha ő nem hitegetett. Ismertem, tudtam, hogy ő nem fogja ott hagyni a családját. Tehát az a nő, aki azt hiszi, hogy ott fogják érte hagyni a családját, és a pasi egy fél év, egy éven belül nem fogja ott hagyni a családját, az soha nem is hagyja ott. Tehát... De akkor tök jó, hogy ezt szóba hoztad, mert akkor egy picit rá tudunk kapcsolni arra, amiről az előbb beszéltünk Balázsal, hogy ő a te ex-pasid, miért nem hagyta ott a családját? Miért nem akarta ott hagyni a családját? Hát mert valami hiány kellett, számot vetett avval, hogy kettőnknek jó lenne, ha együtt élnénk, de viszont sokkal több embernek lenne rosszabb, ha megtudnák, és ő nem akart fájdalmat okozni a családjának. Uh-huh. Hát igen, ezt fejtegettük az előbb, hogy ez kicsit ilyen. Kérdés, hogy mennyire persze, ez lehet gyávaság is igen, az ő részéről. Az önvédelem persze, nyilván ez egy szép ideológia, amit az ember felépít. De viszont a feleség valószínűleg érezhette, hogy neki van valaki, de soha nem hozta szóba. De viszont amikor elutaztunk, és utána hazament, akkor azt mondta neki a feleség, hogy örül neki, hogyha így elutazik, mert utána kipihenten és vidáman megy haza. Tehát én csak segítettem a családjának, hogy én velem beszéltem meg a problémáit. Okos nő egyébként a feleség. Igen, nagyon okos. Most fura, amit mondok, ez egy okos hozzáállás. Igen. Nem, várjatok, nem, a Hujber az egy nyitott kapcsolat, ugye azt mondja, hogy mindenki tud mindenről itt. Ugye ki nem mondva tudja a nő, hogy a paliának szeretője van, de okos, és azt mondja, hogy elnézem, hozzám jössz haza, rendben menjél, de őrizzük meg a családi békét. Sokan élnek ebben a fajta világban, van, akinek ez működik is egyébként. Igen. Tudja, hogy a férjénél elkoborol, szemet huny, de közben boldogok együtt, és fura, de tudnak boldogok lenni. De várjál, ez okosság, vagy pedig önáltatás? Nem biztos, nem. Szerintem ez tud így ilyen bölcsen gondolkodni egy nő, ami most nagyon furán hangzik, hogy én ezt bölcsességnek mondom, de tényleg. Tehát, hogyha azért ő is a gyerekeit is nézte valószínűleg. Igen. Tehát sok nő gondolkodik, hogy tudok róla, de hozzám jön haza, együtt élünk, rendben. Igen, így van. Maximum ne legyenek érzelmei, de tudom, hogy néha csajozik, de hozzám jön haza, én ezzel tudok együtt élni. Nem biztos, hogy rossz megoldás, főleg egy olyan palinál, aki mondjuk csajozik. Tehát vagy elfogadod úgy, amilyen. Igen.
Vagy megpróbálnám hát változtatni. Nálam is az volt. Vagy ugye elfogadtam, vagy nem. Amióta kiléptem a kapcsolatból, őnek is én senkie, de... Tartjátok a kapcsolatot? Tartjuk, igen, aha, tartjuk. Milyen hetente egyszer beszélünk telefonon, tehát úgy semmi érzelmi, meg semmilyen kapcsolat, úgy más nincs köztünk. Csak... Jó. Oké, okay, ez egy tisztább helyzet, nem annyira árnyalt. Erzsi, köszi, hogy elmondtad nekünk, ciao. Én is köszönöm, hello, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Lilla itt van, hello Lilla. Hello, sziasztok. Na, egy fiatal szerető? Én voltam a csaló. Te voltál a csaló, te voltál a harmadik. Mm. Nem, én voltam benne a házasságban. Ja, és értem. Én voltam, aki félrelépett. Egy ilyen ártatlan hangulány, ilyeneket csinál, tényleg? Igen, egy megunt házasság, illetve... Én azt hittem, hogy tele problémákkal, és igazából egy veszekedés után megtörtént a félrelépés, amit mondjuk a férj nyilván derített 9 hónap után, és igazából én úgy érzem, hogy egyáltalán nem a harmadik fél a hibás, miután ő igazából bele lett sodorva abba, hogy... Tehát akkor ez egy klasszikus bosszú volt a részedről? A veszekedés nem. után? De nem csak nem egyszer feküdtetek nem le. Nem így indult neki a dolog, csak nekem ki kellett sírnom valakin magam. És hát a tipikus alapul. Egyébként a nők általában érzelmi alapon lépnek félre. Tehát, jó, de mondjuk a Hapsi is tudta, akivel félrelépett. Hát ha tudta, mert ezt most nem mondta. De tudta, mert a családi vagy. Barát volt. És mi lett, kiderült, vagy leléptél a férjedtől és vele vagy? Vagy mi lett a vége? Kiderült, a férj derítette ki, és igen, vele vagyok. Már az újja. Igen. És a férjed nem verte meg a félrelépős, megcsalós párodat? Összejárnak sörözni. Volt 2 hónap, amikor nem voltak hajlandók dobálni egymással, illetve nyilván a férj nem volt hajlandó dobálni a másikkal. De... Ez még egy egészen enyhe reakció. Igen. Ez most, hogy nem áll szóba, érted? Hát azért 10-ből 8 pasi lehet, hogy verekedne. Igen, valószínű. De a férj egy nagyon-nagyon jó ember. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, nagyon jó kapcsolatunk van. Azóta már barátok a harmadikkal is, úgyhogy... Na, hát sok kis butha él együtt, ha azért egy férj jobba tud lenni, az, akivel megcsalnak igen. majd ők egy... Eltelik annyi idő, hogy jobba tudjanak lenni, az na egy jó, jó megoldás. Voltak barátok, érted, mint a megcsalás. Igen, igen. De akkor ez lehet, hogy azért van, mert ugye a férjed is, az exed is elismerte a saját hibáit ebben a dologban, nem? Azért igen. tudta ezt így lenyelni, hogy egy családi igen. baráttal ráadásul, ami nagyon meredek. Igen. Jó. Igazából azért mondom, hogy nem a harmadik fél a szemét, meg nem is a férj a szemét, hanem igazából, hogyha valaki szemét, akkor az nyilván én vagyok. Tehát, na most ez egy ilyen megváltó beszélgetés, hogy egyszer ezt elmondod egy országos rádióban, és megtisztul a lelked, igen. Egy ilyen, ez, és valóban, de nyilván nem a harmadik, hát nem is lehet hibáztatni, persze. Tehát, hogy egy kapcsolatban, ha bejön egy harmadik, azt valamelyik fél ugye mindig beengedi. Ő csak vigasztalt. De egyébként tényleg? Tehát, hogy a kapcsolatban, hát, mi nem így gondolod? Nem. Te hogy gondolod? A családi barát ez. Tehát, hogyha még esetleg nem tud róla, tehát, hogy úgy csöndörödnek egymás mellé, hogy nem tud ennyit a másik emberről, aki vagy csak sejti dolgokat, de nem tudja, de egy családi hát, barát de most ők együtt vannak. Hát a családi barát értem, már akkor nem voltak szerelme. Együtt. Hát, tehát, hogy akkor még tudod. Hát, most ha a barát barátja az aljas. Tehát, hogy igen, barátok vagyunk, és elkapom a feleséged, az nem túl szép, igen. Igen. Annyi a családi barátságról, hogy igazából a fiúk nem ők voltak jobban egymással, hanem én voltam jobban a harmadikkal. És most a régivel csalod az újat? Már hogy akkor az tehát, hogy visszajársz? Kérdezi egy hallgató, hogy nem, most van így, hogy most nem. akkor visszamész az exethez, aki az új volt, azért, hogy megcsalod a régit, aki az új. Nem, nem egyáltalán. Én arra jöttem rá, hogy mi az ex-el legjobb barátok vagyunk, és jobban szeretjük egymást barátként, mint házastársként. És ezt ő is így gondolja? Most ő is így gondolja, ő is a mai napig nekem mond el mindent, kijönti a lelkét, ő neki is most már új élete van, és igazából teljesen jó a kapcsolatunk, tényleg mindent meg tudunk beszélni. Hát lehet, hogy nektek nem volt benne a párkapcsolat a kapcsolatotokban, csak tehát maga a testiség, hanem nyilván azt csak, hogy barátok vagytok. Lilla, köszi, hogy elmondtad! Ciao, hello. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show.
Van egy SMS, az érdekes. Kérlek, olvassátok be, tegnap megbüntetett egy BKK-s Kaller a Ráckevei héven, mert nem 2014-es jegyet lyukasztottam. Eddig senki nem hallott ilyen határozatról. Kiderült, hogy március 30-ától van így, hogy nem érvényes az előző évi jegy, ezt tudnia kell mindenkinek, írja Kivi. Kivit fölhívjuk, gyorsan megkérdezzük, hogy mi ez pontosan. Hát te vagy a nagy BKK-s, BKV-s, jó? Hát, igen, mert én azért kíváncsi lennék rá, hogy mennyiért vásárolt annak idején ezt a jegyet, mert hogyha mondjuk azóta már emelték a jegynek az árát, akkor igazából hát valahol jogosnak érzem ezt az intézkedést. Hát de mi, hogy adok egy jegyet, meg adok aprót? Hát én nem, ilyen nincsen. Te adok 300 forintot, hogy egyet meg odaadok még 50 forint aprót? Ilyen nincs? Ilyen nincsen. Na mindjárt megkérdezzük, mi történt. Kivi, hello, jó reggel! Sziasztok! Szia. Hello, mi történt veled a Ráckevei héven? Hát felszálltam Pestertétemet, és Léci, vegyétek halkabb. Léci! Rádió műsort csinálom. Még ott vagy a hívem? Nem, ja. Melózom. Melózom. És lyukasztottam, láttam, hogy jön az ellenőr, leültem, oda jött hozzám, ránéz a jegyemre, mondja, hogy tudja, hogy ez nem érvényes. Hát mondom, miért, most lyukasztottam ki. Mondta, hogy 2009-es a jegy, és hogy januárban jött az a határozat, hogy nem lehet előző évi jegyet használni. Édesapám BKV, és megkérdeztem tőle, állítólag márciusban jött ez a határozat, március végén. És hát végül is megbüntetett 16 ezer forintra. Megkérdeztem tőle, hogy nem lehet ezt máshogy megoldani, lyukasztottam, nem akartam elbriccelni az egészet. Mondta, hogy nem, így kell eljárnia, felhívtam ismerősöket, BKV-sokat, megkérdezték az osztályvezetőt is, mondták, hogy jól járt el végül is a Kaller, csak éppenséggel más Kaller meg lojális lett volna, ő meg valószínűleg egy buzgó újonc volt. Add ki magadból, nyugodtan. Persze, nyugodtan. De most nem fog vissza magad. Persze, mondd el, amit gondolsz, de nyugodtan. És hát igazából úgy lehetett, mondtam végén, hogy úgy lehet megoldani, hogy ráírja a csekre, hogy bemutatásra, és két napon belül szerezzek egy olyan bérletet, ami még a büntetés előtt érvényesítve volt. Hát szerencsére tudtam szerezni, és bemutattam. Már kinek a bérletét? Hát ismerős. Bárkiért. Igen. Aha. Csak ne legyen kitöltve. Igen, szerencsére olyan toll volt, amit ki lehet radírozni, olyan tollal volt kitöltve. Ezt meg sem hallottuk. Na, ezt nem, fúj, ez egy fertő, amit csináltam. Igen, és akkor bemutattad? Bemutattam, és csak 2000 forintra büntettek. Akkor még megúsztam. De figyelj, azt mondtad az előbb, hogy 2009-es volt a jegy, az nem tavaly volt, az 5 éve. Ez így van, csak hogy mi utána néztünk párommal, és nem volt sehova írva, hogy ezt nem lehet felhasználni. És hát úgy voltam vele, hogy jól van, akkor veszek majd másnap bérletet, és hát megfúztak. Azt nem tudom, hogy jön most ide, de ezt értem a dolgot, hogy ennek örülsz, és szerintem nem egy mondani, rossz dolog, de most maradjunk a témánál. Ez egy hiánypótló tevékenység volt, mert régóta nem foglalkozott. Igen, hagyjuk a magánéletedet. Viszont majd ne tedd le majd léci megszólalás után, mert én dumálnék azért még erről. Hogy történt, mi történt? Igen, igen. Értem, hogy meghúztak, de nem érdekel a magánéletet. Szóval a lényeg, hogy... aha! És 2009-ben mennyi volt még egy jegy? 60 milliárd mil pengő? Vagy, tehát, hogy, mert 290 forint, és a mostani meg 350. Igen. Szóval 60 forint miatt büntettek meg 16 ezer forintra. Na de most akkor végülis nem büntettek meg, mert be tudtál szerezni egy jegyet hát, illegális módon. Igen. Aha. Azt hiszem, hogy van valami olyan szabályozás, hogy a 2012-ben vagy a 2012 év előtti vásárolt jegyek 2013. december 31-ével megszűnnek, írja ezt nekem, Anna, nem vagyok ilyen okos, mert utoljára 20 éve BKV-ztem. Hihetetlen, hogy fejből vágod ezeket az jó szabályokat. Vannak hibáim, az egyik a felkészültségem. És 2014. március 31-ig lehet becserélni. A 2013-as jegyek érvényesek most jelen pillanatban. Ugye? Aha. Ez itt a pénztáros mondta el. Most ez hogy van, akkor én kérdezem én. Tehát most találok egy 2009-es jegyet az én zsebemben. Viki, maradj vonalban, csak ezt megbeszéljük, mert Jani nagy békás. Nekem akkor föl kell mennem a BKK oldalára, és meg kell néznem, hogy most éppen mi az a hatályos jogszabály a jegyekkel kapcsolatban? Vagy ez hogy van? Vagy friss jegyet kell vennem? De figyelj, Viki, te mit csináltál egyébként az elmúlt 5 évben? Gyalog jártál? Vagy külföldön voltál? De most komolyan. Tehát, hogy... vagy egy időutazó vagy? Vagy kiesett az elmúlt 5 év? Hozzáteszem azt is, hogy reggel még elfogadták ugyanazt a jegyet. Aha, tehát, hogy kétszer... nem ugyanazt, hanem azt a jegyet. Most megint elszóltad magad, tehát kétszer utazol ugyanazzal a jeggyel. Nagy csaló vagy te.
meg kiradírozható toll, meg hasonló. Na most azt nem kérdezted, Viki, hogy az nem jó, hogy mondjuk van nálam 2009-es jegy, abból kettőt lyukasztok, és akkor még a BKV ad nekem 150 forintot vissza. Megkérdeztem, hogy vehetek-e tőle jegyet. Igen. És azt mondta, hogy nem. Tőle nem lehet venni. Mondom, de Kaller, hát könyörgöm. De hát, így mondta. Ott volt a névjegy kártyája, hogy Mr. Kaller? Vagy Kovács Kaller? De Kaller, kérem. Kaller Nagy József. És mondtad neki, hogy na de Kaller, kérem, hát hadd megyek egyet. Nagyon szorakoztató vagy. Figyelj, de hogy azt megértem, hogy a kalauzon nem lehet jegyet venni, mert akkor senki nem venne jegyet, mindenki arra bazíroz, hogy majd, ha jön a kalauz, akkor megveszem. Tehát én ezt értem, hogy ezt mondjuk nem engedik, mert az a sötét középkor lenne. De hogy te akkor végülis jó hiszeműen jártál el, te nem akartál csalni, nem? Ugye? Nem akartam egyáltalán. Jó fej volt a Kaller? Nem. Nem? És mit mondott arra, hogy nézze jó, Kaller? Jó, persze, hogy nem volt jó fej, hiszen megbüntet, de hogyha mondjuk átengedett volna, vagy azt mondta volna, hogy bocs, nem, én nem fogom betartani a jogszabályokat, miszerint már március 30-ától nem érvényesek a tavalyi vagy korábban másolt jegyek, akkor meg azt mondanád rá, hogy jó fej, pedig csak jogkövető volt. Igen. Az ember, valljuk be őszintén. Van, csak még a BKV-sok is mondták, többen is, hogy ilyenkor nem illik úgymond megbüntetni. Uh-huh. Nem illik? Hát nem lojálisan járt el, mert én tényleg lyukasztottam, leültem, jött, mutattam, van Millennium Telektől egy kiegészítő bérletem, azt is felmutattam, és még így sem fogadta el. Uh-huh. Hát nem volt jó indulatú. Hát egyáltalán nem. Hát, mert marha szimpi vagy, meg hogy így beavattál minket a magánéletedbe, és így meg pláne, de hogy így azért én nem tudom azt mondani, hogy akkor most így a szemét ellenőr, ne rohadék, hát, hogy megbüntetett. Igen, tudom, egy x éve lejárt jegyel, hát az 290 forintos jegy, azóta már egy picit emelték, meg párszor cserélgettük a dolgokat, tehát hogy így érted, 350 forintba kerül most, nem 290-be. Igen. Igen, tehát mondjuk nem mindegy, hogy 16 ezeret fizetek, vagy 60 forintot. Hát igen, ebben csak akkor az már egy szubjektív dolog, hogy most hogy tegyen különbséget a büntetés, ez egy exakt dolog, büntetni kell ekkor és akkor, tehát nem teljesen jogos a felháborodás, de akkor bemutattad, és akkor nem kellett büntetni. Uh-huh. Hát szerencsére nem. Aha, tehát először egy régi lejárt jegyel próbáltál lógni, majd egy hamis bérletet bemutatták. Nagyon jó. Nagyon szép ez az ország. Hát ezért tartunk itt. Mi a munkád egyébként? Mit csinálsz? Hát nem szeretném ezt elmondani. Te miért? Valutázol vagy? Hát... Hát de most komolyan vagy, itt tudom én ízlétek. Nem, csak itt nem lehet telefonálni. Ja, nem lehet telefonálni. Az egész napod egy csalás. Lejárt jegyel utazol. Bemutatsz egy hamis bérletet. Nem lehet telefonálni a munkahelyeden, és telefonálsz. Hát, mi vagy te? Igen. Ki vagy te? Hogy lehetsz egyre laza? Hányan vagytok most ott? Hát egy tizenpáran. És valaki dolgozik, vagy mindenki téged hallgat most, hogy... Mindenki téged hallgat. Uh-huh. Na, jól van. Most mit vártál, hogy mi melléd álljunk ebben a BKV sikkasztásban? Nem, csak sok emberrel beszéltem, uh-huh. és senki nem tudott erről a határozatról, és szerettem volna felvilágosítani az embereket, hogy nehogy más is így járjon, mint én. Uh-huh. És a többiek egyébként a munkatársaid mennyire éreznek veled együtt? Most már tényleg térjünk szerintem a lényegre. Őket mikor húzták meg utoljára? Mikor húztak meg titeket? Nézd, de ezzel az erővel egyébként felmutathattál volna egy 1967-es bérletet is. Fizethettél volna koronával, és lehetett volna 4 milliárd millibengő. És hát mondhattad, erre pont nem gondoltam. És mondhattad volna, hogy elnézést, a jövőből jöttem, a múltban élek, bocsánat, nincsen nálam semmi, csak korona, érted? Így van, hát de van nálam másfél kiló árpa, meg némi tarkabab, ha esetleg elfogadnám. Nagyon. Szóval, hogy meghallgattuk a történetedet, de sajnos tudod, hogy ha valaki a hallgatónkkal kezd ki, az a családunkkal kezd ki, vagy velünk kezd ki. Nekünk ez a jelmondatunk, hogy aki a hallgatónkat bántja, az minket bán. Mindenkit visszahívunk, kiállunk, értetek, de jelen pillanatban át kell adnunk a rendőrségnek. Nem tudunk más tenni. Tehát... Igen, sajnos fel kell dobnunk a saját érdekükben, mert különben bűnpártolásért minket varnának. Nem akarunk bűrészség. Telefonbetyár, ki jött? De más jó, módszerrel nem próbálkoztál ugye a Kallernél, tehát például nem gomboltad ki a legfelső gombot, nem néztél rá a kacéra, és nem kérdeztem meg tőle, hogy elintézhetnénk-e esetleg másképpen Kaller elvtárs. Nem volt illetve ilyen. Úr, illetve bajtárs, kartárs. Nem volt ilyen, ugye?
nem. Nem. Na jó van. Na jó van, Miki. Próbálj meg akkor jeggyel út, egy mai jeggyel, vagy legalábbis az ezévi jeggyel, vagy vettem bérletet. Vettél jó. bérletet. Idei? Vagy valaki, vagy féláron megvettél egy 2007-es? Igen. Ki nem töltötted? Akkor már egyesítették Pestet és Budát, amikor azt a jegyet kiadták? Igen. Mire szól az első gőzhajóra? És mi van a kezed? Egy dagerotípia? 1893-ban? Viki, vigyázz magadra, jó? Jóvá. Köszi. Csak óvatosan a konflis jegyeddel. Figyelj, és ne lepődj meg, már nem lovak húzzák a... Tehát már nincsenek lovak bekötve a hívvel, én ne azt várd, jó? Tehát szállj föl, már kézed árammal, mert fura dolog ez. Nagyon már... durva egyébként. Van már 4-es metró is, nem kell várnod a postakocsira. Köszi, Viki, ciao. Sziasztok. Hello, hihetetlen. Döbbenet, tényleg. 1866-os jeggyel utazik, és kiborul, hogy megbüntetik. Hát milyen, milyen cudar világ ez? Nem akarok egy ilyen világban élni, ahol megbüntetik az embert, mert 6 éve lejárt jeggyel utazik. Hát szörnyű világ ez. Valami nem stimmel a BKV érvelésében. És azt is elmondom, hogy mi. Én 2009-ben megveszek egy jegyet 200 forintért. Ugye? Igen. Ő azt mondja most, ahogy ugye mondta a Vikingnek is, hogy nem, megbüntetlek téged, mert ez a jegy lejár. Kérdezem én? Ha én mondjuk 2009-ben megvettem azt a jegyet 200 forintért, de nem használtam föl, akkor a 200 forintom a BKV-nál van, ami azt jelenti, hogy a BKV kamatoztatta az én pénzemet. Tehát ők használják az én pénzemet, de én nem használtam föl a jegyet. Na de ez... Majd engem megbüntetnek, hogy vegyek egy idei jegyet, akkor ők adják vissza a 200 forintot. De vagy ez... a kamatokat, amivel ők megpörgették az én 200 forintomat. Ez nem stimmel. Hát ők elköltötték az én 200 forintomat, én viszont nem használhatom el a jegyet. De várjál már, hogy hát most egy, elmész egy múzeumba, veszel egy jegyet, aztán meggondolod magad, mégsem mész be, és 5 év múlva visszamész, és azt mondod neki, jó napot kívánok, itt van egy ilyen. Elnézést, bocsánat, de hogy ez... 5 évvel ezelőtt ilyen. Na jó. Azóta már változtak a dolgok, de nézze, tudja mi, jöjjön be. Bár azok a na jó, csak azért ők használták a pénzt addig. Hát hány ember nem használja el a jegyét? Az mind marad a BKV-nál. Hát azért az ott egy tőkét képez. És utána még engem büntetnek meg? De figyelj, hát akkor legalább ne büntessenek meg? Ha én nem megyek fel az autópályára, de előtte megvettem az éves autópálya matricát, akkor majd évvégén visszakérhetem? Arányosan? Nem. Nem. Vagy használhatom azt a következő évbe? Micsoda egy rohadt igazságtalan világ ez? Na de várjál, hát a te autópálya matricádban ugye effektíve ott van, hogy használtod vagy nem használtod, az a te döntésed. De én nem használtam el a jegyemet egyáltalán. Na de bocsánat, hogy közbeszólok, volt egy olyan jogszabály, hogy idén március 31-ig, ha bevitted a lejártat, adtak egy újat helyette. Uh-huh. Érted? És ez hova, ez rajta van a jegyen? Ez bizony, nem a jegyen, a BKV honlapon is rengeteg aha. helyen hirdették. Ki vagy te, Vitézi felesége? Repülőjegyeket bármikor felhasználhatsz például, ha veszel egy járatra? Jó van, csak megpróbáltam érvelni. Most azért, mert ha jó, ellen... Csak... Mondjuk, átfoglalhatod, tessék. Na most egy olyan érvet vettél elő, amit mi porázúztunk. Pénzért. Hát az már más kérdés, hogy pénzért foglalkozol. Attól nem lesz fix a helyed, Zsül, hogyha benyalsz neki manduláját. Nem. De tényleg. Csak... Uh-huh. Jó, fogják kezet a sarkakatával, mert ő is Miss BKV. Oké. Te meg a barátod, ami meg ott a nyaller a csíkosban. De rá van írva egyébként a jegyre, hogy meddig érvényes? Nincs. Nincs. Köszönöm, Zsül. Nincs. Kezdett túllépni a hatáskörödbe, Zsül. Köszönöm neked, Zsül. Köszönöm. Itt az igazság. Rá van írva? Nincs rá írva. Minden nap böngészem át ott a jegypénztárnál, hogy mi van kiírva apró betűvel. Hát mielőtt felszállsz az okos telefonoddal, megnézed, hogy az nálad lévő jegy az érvényes-e vagy sem. Jó, egyébként nyilván irális, tehát 2009-es jeggyel utazni persze, nem akarom Vikit védeni. Ennyi, meg úgyis happy-ed volt a történet vége, hiszen meghúztál. Ez meg a másik, hogy... Na mi van, böngészted a jegyedet? Figyelj, tessék, itt van rajta. Und hemetro linest heticket, must be validated before test heart of the trip. Ez jelentheti azt, amit mert ezt nem értem. Hallod, Rigó utca középfokos. Hülye vagy. Innen oda. Hagyd a francba a mai napodat. Emelt szintű középfok. Érettségit akarok letenni most. Tudod el még egyszer. Und hemetro linest heticket, must be validated before test heart of the trip. Ja, van még valami. Onot herve hitzles, immediately after boarding. Na, tessék. A óriási. Szörfözés után azt hiszem azt. Így van. Ez most. Listening ötös, tehát azonnal teszt ötös, tehát meg vagy. Ha holnap ilyenkor nem vagyok, még vizsgázok. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Szörnyű tervem van, és szeretnék segítséget kérni, mert hogy közeleg a farsang az óvodában. Jó, ide jó lesz. Hoppá. A farsangi időszak közeleg. És
járja most a szülői munkaközösséget, nem nálunk, egy másik óvodában, csak olvastam az egyik barátomnál, hogy egy levélen terjed ugye az, hogy közeledik a farsang, milyen útmutatásokkal látják el a szülőket, és elhatároztam, hogy idén meg akarom nyerni. Ha törik, ha szakad, vietek az első díjat. Idén elhozzuk a fődíjat. Mondjuk, volt idén egy kis... a Sebestyén család megnyeri a farsangot. Na igen, de az elején azért volt egy kis freudi elszólás, és mindig arra érdemes odafigyelni, mint először mond az ember. Te pedig azt mondtad, hogy idén nyerni akarsz. Te egyedül, így van. Érted. Mindegy, hogy a végére összeraktam ezt a Sebestyén családot, de nekem már picit imbolyog ez a dolog. Nyilván a Beniben még nincs ilyen elszántság. A Viki készül a farsangra, de nem élethalálharc, hogy nyerünk-e, mint minden normális szülő, fölöltöztetni abba a gyereket, amiben szeretné, beengedni a farsangra, uh-huh. Majd utána ugye hát lebonyolítva a farsang ünnepséget, hazahozzuk a gyereket, de mondtam neki, Viki, ez egy harc. Aha. Ez egy harc, ezt most nem engedjük el, ezt meg kell nyerni. 2 hét múlva van a farsang, eddig elalibiztük, tavaly pont beteg volt, ebben nem mentünk, mondtam, most villantunk. Ennyi. Oda megyünk, megnyerjük, akit kell. Megveszünk. De tényleg akkor a szóha... Akit kell, megfenyegetünk, idén nyerünk. A szóhasználatod alapján én úgy gondolom, hogy akár ebben a történetben, ebben a misszióban a Benny és a Viki csak a lőpor és a golyó. A löveg az te vagy. Így van. Tulajdonképpen ők csak kivitelezik ezt a dolgot, a hajtó rugója az egésznek az én vagyok. Ment egy ilyen levél körbe, ez az egyik barátom mutatta, hogy február 14-én pénteken lesz a farsangi ünnepség, kérnek minden szülőt, hogy áruljon hozzá finomságokkal. Nagyon szívesen. És leírták, hogy mire lehet számítani, mint dömping. Tehát mi az, amit mindenki meg akar csinálni? Mi az, ami minden gyerek lesz? Én megszereztem ezt a levelet, hát ha némi előnyre teszünk szert, uh-huh. Hogy mibe indítsam el a Benit, amivel nyerek. Már hogy nyerünk, de hát a díjat úgyis én veszem. Tehát mivel tudjuk megnyerni? A Beni nagyon cuki, ő még bármiből benne van, tehát ő úgy azért 5 éves lesz. Októberben még ezért nem olyan határozott az elképzelés, tehát rá tudom beszélni erre-arra. A levélben benne volt, hogy hercegnő dömping, királynő dömping, uh-huh. Hófehérke, kiskalóz, királyfi, pókember, Batman, Superman. Tehát ez felejtő. Uh-huh. Terelés. Mivel tudok nyerni? A saját készítésűvel, vagy a slágerjel? Na most csak állj meg egy pillanatra, mert Janőnek volt egy nagyon jó mondata, hogy ez a terelés. Mindenki más akar nem lenni. Csak te akarsz nyerni. Érted? Ez minden apukának, anyukának, szülőnek, ez egy misszió, ugyanolyan misszió, én is azt gondolom, mint csak nem egy élethalál harc. Érted? Ez a túlélésért, a díjért, mi a díj? Színes lufik? Hát, még nem tudom, még nem hirdette ki az óvoda, de nem, mindegy. Valószínűleg egy torta. Érted, egy kosár bájgli. Itt nem is a díj számít, hanem hogy nem. Hogy Beni kimegy, átveszi, megnyeri, ott állunk, ránézek a Vikire, látod? A mi fiunk. Ott állunk elől, fotózzuk. Hadd kincsen majd én. Igen, venni át a díjat. Itt vagyok. Maradj itt. Köszönjük, nem volt kérdés egy pillanat sem. Ugye? Nyugalom, mindenki őrizze meg a hidegvérét. Tudtuk, hogy ez lesz. Gratulálok a bács. A második érzelék, a harmadik érzelék. Ez is szépen csillog, az is. Ilyen szám ízleten. Szóval, a lényeg, hogy a család összefogott. A család összefogott, és ezt mi most megnyerjük. Mit csinálj? Nem vagyok rutinos farsangozó, figyelj. Hát eddig ugye azért a Benny pici volt. Mondom, elmentél most egy információ mellett, vagy hogy van ez? Hogy azt a levelet én azért áttanulmányoznám. Elég erőteljesen, hogyha nem gépelt levélről lenne szó, akkor én azt mondanám, hogy vidd el egy grafológushoz, nézze meg, hogy kunkorodik az L-nek a vége, meg az M-nek a szára, mert hogy valószínűleg ők azért írták le ezeket a jelmezeket, hogy ezeknek a dömpingjére lehet számítani, hogy ezeket senki ne használja, senki ne öltöztesse annak a gyerekét, viszont ők majd annak fogják majd öltöztetni. Tehát akkor ez egy olyan SMK-s levél, ezt mondom, ez nem a mi jobbinkban volt, csak egy barátom mutat, hogy egy másik SMK-s elindította, eltereli a szülői közösségét. Aki Batmannek szeretné öltöztetni a gyereket. Igen, senki nem öltözteti Batmannek, bejön a menő Batman és megnyeri. Ennyi. Aha. Rafkós ott a szülőség. Rafkós. Azt írja ez a levél még egyébként, hogy az üzletben vásárolt jelmezek is csodaszépek, de jó lenne néhány saját tervezésűvel találkozni. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt majd mi most azt mondjuk a gyereknek, hogy mit a vasember lesz, vagy pókember. Ki kell találni valami egyébit. Mi az, ami megy? Egyet ki dönt egy ilyen versenyen? Ez hogy van? Az óvónők, vagy a szülők szavaznak? 3-tagú zsűri lesz majd. Ki a zsűri? A főóvónéni, az igazgatónő ül benne, az egyik csoportnak a vezetője, és az SMK-s szülő. Tessék, 3 ajándékcsomag. Így van, aha. Ha jól indulsz, ugye volt egy ilyen felhívás, hogy vigyetek valami apróságot. Tudom ajánlani a homárfarkat, tehát azzal azért így egy nagyobb készlettel azt már nem túl. Tudom, hogy hol lakik a vezető óvónő. Tehát jóba vagyunk, szereti a Benit, szeret minket, abszolút jóba vagyunk. Egy finom kis ajándékkosár, így landol a farsang előtt egy nappal este.
este? Nem? Szerintem az nagyon jó. Vagy egy apró kis hatkarátos brill. Erzsike néni, ugye érti? De az a baj, hogy az óvónők meg a vezetőóvónők becsületesek. Tehát náluk ez a fajta megvesztegetés, tehát ez visszautasítaná, mert tudja, hogy akkor... nem akarja ezt elfogadni, tehát nincs szülői befolyásoltságért, tehát hogy te most odamész, egyik szülő ezt viszi, puncsolsz ott a vezetőóvónőnek, tehát tételezzük fel, hogy mondjuk az óvónők nem megvehetők. Jó, akkor fenyeges meg őket. Ez a következő. Ez is jó egyébként. Nézzük a következő lépést. Mi a drasztikusabb? Az egyiküket raboltasd el. Mondjuk az SMK-s. De nem, figyelj, akkor nem őket kell megvesztegetni, és nem személyre szóló ajándékot kell adni, hanem például nem vizes, például a az óvodának az udvara. Már mert éppensége lehetne azt köveztetni. Nem? Egy jó kis, ez a pár száz négyzetméter viakolor, az meg se kottyal. Azt az óvoda kapja, mindenki kapja. Tehát legyen egy ilyen, kérdezzem meg a farsangot egy hogy mire lenne szüksége az óvinak. Bemegyünk a Wikibe, kérdezzük, mire lenne szüksége. Hát jó lenne, mit tudom, valami, tudom én, napfitorla a gyerekeknek, mert pont egy olyan a játszótér, hogy kevés és akkor van. Már mondod, hogy ennyi. El van intézve. Megérkezett a napvitorlom. Igen. Ugye ért. És kérdezek rá a farsangra? Egyébként a farsang mikor lesz? Ki dönt ott? Hogy dönt? Mi a jó? Ha építünk saját díszletet, Vikivel nekiállunk és saját díszletet építünk? Bízzátok profira. Nem lehet egy második, nem lehet egy harmadik. Gondold, a gyerek mennyire frusztrált lesz, nem ő nyer. Ugye? Hát ez eleve megengedhetetlen. Szóval már veled a nárai? Tessék? Kérjél meg a nárait. Hát persze, varjon már neki valamit. Ő profi. Hát igen, biztos, hogy én azt akarom. Igen, nekem nagyon tetszett az a mennyasszony jelmez, amit például a Nórinak vart. Annak idején. Az esküvőjére? Azt láttam, az csinos volt. Jó, de nem, a hanghasonlóság miatt mondom, ez a Jani volt. Ja, persze, ez persze. Vagyok én nem mondtam. Én soha nem voltam vele jóba, tehát nem tudunk igazából összeveszni. Na, de akkor legyen jó, valami... Jó, engem se kedvel. Legyen valami, ami aktuális. Igen. Jól áll a Beninek, és nagyon jó üzenete van. Legyen a Beni Thor. Thor? A mennydörgés germán isten. Thort most imádják, Beni Szőke, totál nordikus, abszolút passzol hozzá, igazi viking, marha jól néz neki. Mjölnérrel, egy kis kalapáccsal, kis palástal. De az le kell vetköztetni? Vagy azért a Thor az ilyen félmeztelen, nem? Vagy ilyen palást van rajta? A mostani ruhájára is ráhúzhatjátok, akkor izmosabb. Nem, azon gondolkozom, hogy az nem plusz pont, ha apuka ugyanúgy megy be, mint a gyerek. De, az jó. Tehát valami ilyet próbálok kitalálni, hogy azon gondolkozom, hogy apuka megérkezik először, és felvezeti a gyereket. Öltöz Beninek, ő pedig öltözzön Balázsnak. Tehát lenne egy ilyen több szereplős jelmez, ott a család megelevenedik. Ez jó. És nem csak úgy simán betoljuk szőlőnek öltöztetve a gyereket, érted, mint a Bogyó és Babócában, hanem az egész család megjelenít egy jelenetet. Ez nagyon tetszik. És az plusz pont? Tehát mindenképpen meg akarom nyerni. Az meg jó, akarjuk nyerni családilag. A szőlő, te a prés, és akkor a Viki egy üveg borna öltözik. És akkor azt mondjuk, betotyog, mint egy bor. Tehát egy ilyen családi beöltözés. Fontos az egyéniség. Ugye? Nagyon. Hogy valami olyat, mondjuk a Grúra van rágyógyulva, nem tudom, nézitek a Grú, tehát egy nagyon nagy Grú rajongó. Tehát iszonyatos de nagy Grú. Tudsz, minek tudsz beöltözni? Nem tudom, azt sem tudom, melyik a Grú, mert tudom, mindig megy a Grú, de még a nem sikerült meg a pisztolyos. A pisztolyos, a kis vékony lábú nagy test, nagy ő a Grú. Testű, ő a Grú. Imádja. Figyelj, ne. Imádja. De ne. Ez nagyon jó ez a vonal, amit mondtam. A Minyon. Igen, a Minyon is jó, igen. A dupla felállás. Azt kell kitalálni, hogy olyan szerepet játszatok el ketten, mert hogy játszatok is, mert az megint plusz pont, amiben mind a ketten benne vagytok. Tehát én lennék a Minyon a félszemű? Nem, én például inkább arra gondoltam, hogy legyél te George, Benny pedig Kuato. Az emlék másból. Queen, indítsátok a reaktor. Jó, akkor legyek Vasszilia vörös októbertől, ő meg legyen a torpedó. Vagy legyen minimi. És fölültetem ide a vállalat. Igen, és akkor bemész, és széttéped a melleden az inget, és ott lenne a Benny. Queen, indítsátok a reaktor. Jó, akkor játsszuk el a 8. utas a halálból, aki szörnyed, érted? Lefekszem oda, hogy mi van, majd most reggeliztünk, és akkor az, hogy Benny kirobban, és meglepetés! Szétrobban a hasam, Benny kijön belőle, elvinnék mindent, nem? Jó, lehet, hogy ők lenne egy kis öklendezés, nem ott a zsűriben lennél, egy pontot nem adnál egy ilyen jelenetre. Hát nem? Szépen egy játszol, pontot. Akkor igen. Én így felejtem. A dögunalmas pókember, a halálosan uralmas Batman, meg a dögunalmas Bogyó és Babóc után befeküdnék a középre, szétrobbanna a hasam, és előbb újra belőle a Benny, tehát a Viki így áll a szegény, fognál fejét, az én férjem, az én gyerekem. Ha én zsűritag lennék, én így mennék, így tollám szét a tömeget. Húzzá le nyalókat, takarodj mosógép, itt az első díj, tietek!
Hát nem mond, nem mond, hogy nem hát, így kell egy ilyet megcsinálni. Hát nem. Óriási lenne. Én mondom, a több szereplős vonalon haladok. Tehát én ebben nagyon hiszek, hogy valami kis miniatűr, kis esztrád jelenetet kell ott előadni. Bevetni magunkat, hogy megnyerjük a farsangot. Nem. Ezt gondold, de ülsz a kocsiba, a családoddal mész haza, elhoztátok az első helyet, hátranézel a gyerekre, ránézel a feleségedre. Megpuszidod a díjat. Szerintem óriási lenne. Megcsokolod a díjat, kirakod a többi közé. Tehát nem mondd, hogy nem, mondd, hogy nem egy életérzés egy farsangot elhozni. Vagy nem tudnál eljátszani. Mindenki nyernyi megy, csak senki nem ismeri be. Ugye? Én legalább fölvállalom. Ami még ennél is jobb lenne szerintem, mert az tökre szeretik. Hát látták ugye csomóan a gyerekek a Szilajt, meg ilyesmi, hogy, vagy a Fehér Lófiát, hogy játsszál el egy vemhes kancát, és ott a helyszínen, hogy esetleg a Benit meg tudnád elleni. Szerintem az óriás. Mint az észent. A gumit így húzná szét a fengedet. És Benit betanítom, hogy húzza szét a gumit a fenekemen, először fejjel, kis pelenkában. És kiesik. Fölállunk, meghajolunk. Óriási. Vajola? De mondta, hogy... Én ellovagolok, a Benny meg elhozza hát a díjat. Hát lovas nemzet a magyar, aki ezt nem értékeli. Ha nem, de vagy mint az Ace Ventura, vagy Orszavulban megszülöm a Bennyt, nem? Megvagyunk. Megvagyunk. Először megérkezik egy orszavú, Viki lenne a hátsó lába. A létezés csodája. Én vagyok az első lába. Beállunk középre, néma csönd, senki nem érti, ki ez az orszavú. Mozgulódik az orszavú hasa, szétnyílik a feneke. Benny megjelenik, kibújik, és megvagyunk. Azonnali első hely, nem? Na, hát koppadtak az állak. Na, én, na, mi van nyalóka? Na, mi van robot? Na, mi van mikrobi? Mi? Koppant a fém állat. Várjuk ember, húzzam már még be. Erre van regumot. Ki az elsődi? Ah, gyerekek, nem tudom, mi az ajándék, meg kell tudni. Nem érdekes. Tényleg az ajándék. De nem, én arra is rámegyek. Itt azt számít, hogy kinek hozni a neve szerepel majd a 2014-es farsangi almanakban. Igen. Kinek a neve, az kinek az anyukája, helyen, kinek az apukája lesz beírva. Ennyi, hozni kell. Tehát ez eljátszhatjuk, hogy minket ez nem érdekel, meg jaj, mi nem nyerni menjünk. Hagyjuk már a hülye dumát. Minden szülő azért megy, hogy a gyereke megnyerje a farsangot. Ez egy hülye duma, hogy persze csak a jelenlét, meg jaj, de aranyosak, de hogy is, minden szülő dagad az önbizalomtól, amikor a gyerekét kiszólítják, hogy megnyeri, nem? Illetve traumatizált sebeket ápolsz otthon, amikor a gyerek nem nyer, és zokog neked a hálószobában, hogy pedig az ő jelmeze volt a legszebb. Hát vállaljuk fel, egyértelmű, hogy nyerni megyünk. Nem? Hát igen. Azt nem viseljük már, el, hanem. Már ha vigasztalod a gyereket, és nem az baj, takarodj a szobádba! Hogy lehetszél hülye, hogy tudtad ezt így elrontani? Szóval csoportos jelenetben kell gondolkodni. Igen. Csoportos jelenetben. Mitológiai jelenetben, történelmi jelenetben. Ne hagyjatok kétséget. Semmi. Ne hagyjatok kétséget, afelől, hogy ti fogtok nyerni. Érte, már amikor bemész, akkor mondjad a vezető óninek, hogy itt az aranyfisztol a nevünknek? Csokolom, tessék kezdeni beírni. Igen, igen, valami ilyen kell, hogy nem vagyunk egyből felismerhetőek, elindul a jelenet, és ott kibontakozódik a többi szülő előtt maga a nagy jelenet. Mm-hmm. Aminek a végén rájönnek, hogy hát ez csak a Sebestyén család lehet. Ilyet senki nem csinál. Mi van, ha például a farsangra farsangi győzteseknek öltöztet? Elnézést, önök mit alakítanak? Mi vagyunk a farsangi jelmezőverseny győztesei. Nem, még nem hirdettünk eredményt, de mi azt játsszuk el, hogy mi vagyunk a farsangi verseny. Nem érti, mi vagyunk azok, akik megnyertük, ezt játszok most el. Igen, Beri dobol, fölvezet nagy palástal, egy kis koronával megérkezünk. Viki, a királylány, bevonulunk. Hát szerintem több jelentetesben senki nem gondolkozott, higgyetek el, sajnálom kicsit, hogy elmondtam, mert most erre mindenki rámegy. Mondjuk ez a dobos most nekem nagyon tetszett megint. Tehát, hogy kis dobos lenne, Benny bedobol, és te pedig eljátszod mondjuk a király új ruhája című mesének a főszerepét, ahol ugye a király azt hitte, hogy ruha van rajta, de nem volt rajta semmi. Igen. Csak elmesélték neki, hogy ruha van rajta. Na, ez szerintem például az anyukák nagyon értékelnék. Benny elkezd dobolni egy picit. Nagyon meg vagyunk. Ádám és Éva, megérkezünk mesztelenül. Megszülöm a Vikit. Nem. Az oldal bordámon kipréselem, kimütik a Vikit, és valahol közben megfogan a kis Benny. Igen. És megtörténik a szeplőtlen fogantatás, megszületik. Kell egy belgyógyász. Ti jöttök, előadunk egy teljes jelenetet. Jöttök, mint három király, arany, de hogy mirha, tömjén. Hát szerzünk még valakit. És az egész kis Betlehem. Hát a szeretek király. És az egész kis betlehemi játékot ott letoljuk. Nagyon jó. A születéstől kezdve ugye a Jászolban, a kis üldöjjel, a három király látogatása, jön a pákó, egy kis 10 perces kis esztrád jelene. Nagyon jó. Tehát valami ilyennel kell, ez egy sima hagyományos odaállsz, lovag vagy, nem nyersz, ez már senki. Gáspár Menyhért Vadonyani. Ugye három királynak, hát nem mondjátok, hogy nagyon nem jó. Ugye? Beszállnátok?
Akkor én is elmegyek cserébe a tiétekre, tehát akkor lehet egy ilyen körbevonulás. Ez jó, ez jó. És mindenhova ugyanazt a szettet visszük, vagy változtatjuk? Nem, hát kicsit-kicsit, megnézzük, aha, hogy mekkora sikert talált az elsőben, és akkor utána megyünk tovább. A mezőtúriak tudnának adni állatokat. Aha. A jászolhoz. A jászol mellé. Jaj, gyerekek, muszáj, ez egy presztízsharc, meg kell tudnom pontosan, mikor van. Mi van, ha beválasztatom magam a zsűribe, de az nem jó, hát az nagyon egyértelmű. Hmm. Hagyják majd én. Igen. Majd én pontozom. Hát a láda nem tetszett, Bogyó és Babócot. Ki az ott mindenki, balra néz gyorsan. 8 pontocskát beírunk. Figyelj, szerintem Ugye, hogy a csoportos jelenetben van a megoldás? Igen. Jó. De szerintem a lovas, figyelj, a lovakhoz értesz. Lovas nemzet vagyunk. Tudod hozni. Tényleg. Igen. Egy jó ellés, érte? A végén még megeszed a méhlepényt. Szerintem. Na, szerintem. Csak te rohadt rágod. Ha ezt csinálja utána meg. Azért az meg, hogy te térdelek az óvoda csoport közepén, és eszem a méhlepényt. Nagyon fújtatok közben. És a Beli pedig vidáman poroszkál körülötted, mert a kis csikok ugye nagyon hamar lábálnak. Gyerekek, meg vagyunk. Azt gondolom, ennyi, hogy jó nyomon vagyunk. Egy kicsit kellett csak gegelni, szerintem ezt elhoztuk, nem? Ez és érzitek már? Ez a győzelem szaga, megvan? Érzitek? Ez a győzelem. Ami most a szátokban van, az a győzelem íze. Ez az év a ti évetek. Gyerekek, és még el se kezdtük csinálni, ezt már megnyertük. Döbbenet, nem? Kicsit itt dumálunk, hát ilyen hamar. De mi voltál utána, vagy mi volt nálatok? Amivel nyertünk, az a robot volt. Meg is nyertétek? Persze. Nagyon helyes. Rendes karton dobozokból. Azt csináltátok otthon, igen, tudom, azt mondtad. És akkor fóliával bevonva, és apám csinált bele egy ilyen zseblámpából valami villogót, ami nem villogott, csak akkor, hogyha benyúltál a jelmez alá, és nyomogattad a zseblámpának a gombját. Tök menő. Nagyon jó, és rendes robotfej volt, és ezzel ez egy első helyet ért. Erre emlékszem. De most érzed, hogy erősebb vagyok a robotnál? Sokkal, nem? Tehát most mit érzel ezek után, hogy hozható a robot? Egy robotot le tudok nyomni? Le tudunk így családosan? Ez sokkal jobb. Ugye, hogy sokkal. Ez jó a robot, de most ezt így elmondva, ez megvalósul, a robot reszketett. Ja, a robot 76-ban volt menő. Hát, azért az érted. Jó, de tudtatok vele nyerni, akkor azért a robot még egy ilyen retro vonalat képvisel. Jó, de volt egy második hely is Ferének, egy gémes kutya. Az 7 évvel később volt, de igazad van. Igen. Azért, aki öltöz Péter Árpádnak, sima győzelem. Az is jó. Mint hójelentés. Kell. Viki lesz a riporter, aki kikapcsol. Benni lesz a hó. Te állsz egy mikrofonnal, és nem szólalsz meg. Senki nem fogja érteni, tényleg, mi történik. Mert akkor Vikit fel lehetne így húzni, mint itten hókot a plafonra, és onnan szórná a havat mögé. Vikit egy ilyen csörlővel felhúzzuk, ő megszór hóval, én leszek Péter Árpád, a Benni lesz pedig, aki kikapcsol a stúdióból. Óriási, és ilyen komplet benne jelenetet előadunk. Tehát valaki azt írja, egyébként ez mint nagy jelenet eljátszandó, hogyha a Benni láthatatlan embernek öltözik, akkor a Viki megáll az egyik oldalon, én a másik oldalon, Benni nem is kell, ott vagyunk. Jó. Kifeszítjük a rajtszámát egy kötélre, és a kötélen áthúzzuk a rajtszámot. És semmi, sehol. És mekkora ötlet? És Benni, és magadhoz öleled a rajtszámot. Hazamegyünk, elmondjuk, Benni, megnyertük a farsangot. Itt vagyunk, áthúzzuk a rajtszámot, egyik oldalon a másik, és azt mondjuk, a láthatatlan ember. Mekkora ötlet, nem? Viki áll az egyik oldalon, én a másikon, kötél középen, a láthatatlan ember, és a rajtszámot áthúzzuk. Csak a rajtszám, semmi nem, és jól láthatatlan ember, Benni pedig egy másik csoport vagyik, nagymamánál valahol. Hazamegyünk a serleggel, és elmegyünk, megnyertük a versenyt. És ha a rajtszám is legyen egy 20-es damilon. Azt se látszódja. Vagy tüzőgépezetek rá két kesztyűt, két oldal. Tényleg, az nagyon jó, két kesztyű fogja a rajtszámot, és így megy a rajtszám. Viola, a láthatatlan ember, nagyon jó. Valaki azt mondja, hogy legyen egy Federer Nadal. Benni kap egy kis fejpántot, egy teniszütőt, leterítünk ott egy ilyen kis gyepszőnyeget, és előadjuk, mint a 2009 Wimbledon. Az nem jó, mert neked az presztízs kérdés. Az a baj, ott nem veszíthetek. Igen. Ha én vagyok Roger, ott nem veszíthetek. Igen, az nem jó. Az a baj, hogy túl nagy köztetek a korkülönbség, akkor legyen mondjuk egy Rod Laver. Stefan Edberg. Mert akkor még elhiszik róla, hogy a pici Edberg lenne a Benni. De mi van, ha játszunk egy ilyen vegyeset, hogy mint amin a Kuznyecova lenne a Viki, vagy a Martina Navratilova, a Benni a labdaszedő, érted? És én meg szervágatok. Tehát valami ilyesmi. Ez is nagyon jó. Igen, nagyon sok szülő írja, hogy náluk nagy csalódás volt, mert hogy nem nyertek egyébként, és utána próbáltak magyarázkodni a gyereknél. Azt írja egy hallgató, hogy a mi óvinkban nincs verseny, mert a kicsik még rosszul veszik a vereséget, csak táncolnak és játszanak. Egyébként ez egy humánus megoldás.
kudarc élményként kezeled azért te 4-5 évesen, ha nem nyersz. Hát ez egy emberbarátibb dolog, hogy nem versenyezteted őket, egyszerűen csak eljátszol de valami. Nem érted meg, hogy ez nem róluk szól, az hanem baj, rólunk. Igen, az a baj, hogy de megértem a szemléletet, ez egy jó szemlélet, igen. Most nem tudom, hogy nálunk lesz-e, mert mondom, ez az egyik opció, ugye, hogy Rákóczi Ferére költözik a virág, illetve még lehet, hogy Külklopsznak. És én játszhatnám Odysseus egyik pórójár társát. Akit megevett, megy a kezébe, rajzolnánk egy szemet a feje közepére, két szemét letakarnánk, azt mondjuk... Igen. Valaki azt írja, szerintem szervezetek rá egy kitelepülést. Az egy finom nyomás, nem? Itt vagyunk az üvegstúdióval, az óvoda udvarán, hamarosan eredményhirdetés, szervezünk oda egy kitelepülést, nem? Látom is a győztes! Igen. Hát egy finom, egy ilyen kis hátszínnel megtoljuk a gyereket. Vagy már eleve jelzed azt, hogy jótékony célra akarjátok felajánlani egy nyereményt, de csak akkor, ha ti nyertek. Készüljetek, hogy a szülős jelenet bukta, mert ezután a műsor után az egész óvi szülni fog. Igen, picit ezt a páros jelenetet, hát sajnálom. Ez egy nagy hiba volt. Ez egy nagyon nagy hiba volt. Ezt elmondani, hogy mi páros jelenetben gondolkodunk. Vagy egy több szereplős. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Meg akarok veletek valamit osztani, mert szülőként szerintem mindenki érintett a dologban. Nem szomorú, nem is felháborító, egész egyszerűen csak értetlenül álltam a jelenség előtt, de szerintem majd ti, mint nálam sokkal gyakorlottabb szülők, hiszen van némi korelőnyötök, már nem úgy értem, hogy nektek, hanem gyereknevelésben, ugye? Ugye az esti meseolvasás, az mindenkinek egy, szerintem egy kicsit érzékenyebb pontja, hogy mit akar a gyerek, és mit akar a szülő, a kettő sokszor nem találkozik, ugye? Uh-huh. A gyerek századszorra akarja meghallgatni azt a mesét, amit már nem bírsz neki elolvasni, mert tényleg 66-szor elolvastad. Ez lehet Anna-Peti Gergő, lehet Bogyó és Babóca, lehet Jancsi és Juliska, de ha belezúg a gyerek egy mesébe, legalábbis nálunk a Beni, nem tudod leszerelni arról a meséről, nem? Hiába hozol ki bármi. Semmi. Ma kicsim, ez már tényleg, ez már nem is te, ezt tudod, milyen kicsiknek való. Hát te már nagy lány vagy. Nagy, kihozom, van még 50 könyv. Gyere, nézzük meg a könyvtáradat. Válassz egy másikat. Elterelő hagyművelet. Ezt művelet. Kérem. De akkor is de legyen. Hát itt van a csendes Don. Igen, vagy a matek példa. Itt van az zöld könyv. Vagy ott van Raskolnyikov kalandjai, a bűn és bűnödés folytatása. Szóval nálunk is mindig megy az elterülő hadművelet, de mindig Benny győz. Benny győz, elmondja, hogy Anna Peti Szilvásvárad. És akkor elolvasom 4050-szer az Anna Peti Gergőből a Szilvásvárad, a család elindult Szilvásváradra, és Anna Túrós, Peti Mákos, Juli átfogyás, anya Peti csokis rétes nevet. És még azt se tudod megcsinálni, hogy önszórakoztatásból kicsit variálsz. Nem tudsz, mert rátszól. Ez nem így van. Így van. Lappal lapoz vissza, ez nem így van. És néha, amikor már kicsit látom, hogy álmos, akkor kettőt lapozok. És hirtelen már a végére ugrok, amikor a Szilvásvárad mesében mindenki réteseszik. Apa, kihagytad azt a rét? Te okos vagy. Tudod, azért ugyanakkor büszke is vagyok rá, te okos ez a gyerek. Visszalapozok, de akkor mondom, ez még 4 perc. Szóval az esti meseolvasás. Olyan volt, hogy elaludt, és azt mondta, hogy átaludtad a mesét. Hát már elolvastam. Nem, gyerekek, szerintem ez legenda, hogy a gyerek belealszik a mesébe, szerintem ez kamu. Tehát, hogy én ezt láttam már a Halász Judit lemezen, hogy a gyerek elalszik, és a Halász Judit ott még mesél, nekem ezt mesélték, nekem a gyerek, hogy egyszer nem aludt még bele a mesébe, szerintem ilyen nincs. Túl jól mesélsz, ez a az baj. Biztos. Legyél unalmas. Én igen. Úgy átélem be a Szilvásváradot. Anya ment a Szilvásváradra, beültek a piros kocsiba, megnézték a fájtól vízesést, elolvasták, igen, miért hívják fájtól vízesésnek, mi az a pisztráng, jól lapozzunk ki, miért rétes tevet. Tudnám mondani. Nekem a gyerek még soha nem aludt bele a mesébe. Sőt, nekünk ugye az a deal, hogy kettő van az én ágyamban, vagy a Viki mesél, ugye felváltva osztjuk le, de és akkor egy, tessék, akkor nekem is. Öltözök persze, igen. És akkor átkísérem a gyereket a saját ágyából, és ott még a Róka és a Gólya. Arról se tudom lekattintani. Ha nem meséltem el 4000-szer egyszer, a Róka és a Gólya. Lapostál, magastál, ilyen, de olyan, tehát Róka és a Gólya. De az legalább jó, azt én is szeretem. Elmondom neked, ha veszel egy cumit a szárba, beveszel az előre, hogy mesél, mert bepisírsz a gyönyörtől. Beveszem a Feri hüvely kulját. Hozom a kis kulacsodat, mert benne van kis kulacsa, vissza a kis hidegvizet, és közben Róka és a Gólya, ez a deal. Lefekszik, megkapja ott még az ő ágyában a Róka és a Gólyát, megyek az én ágyamba, és akkor ott már csak úgy beszélgetünk. Átkiabál, visszakiabálok, vagy a Viki csinálja ugyanezt, mert ugye ő is. De a régi klasszikusot mondod, nem azt a Gólya és a Rókát, amikor a Gólyát elhívják legény búcsúra is. Igen, igen. Hát ilyen. És a Róka csipendél.
Rendelező és iszonyatos nagy róka. Nem, klasszik. Kicsit csavarok rajta, de a klasszik. Vannak külön hangjaid már a szereplőkre? Tehát kidolgoztál ugye a Bogyó-babócába például a Bogyón. Ilyet a Pogány Judit nagyon jól csinálja, hogy még az utolsó Moha fiút is 46. szinkronhangot tudja hozni. Egyedül. Kicsit a rókánál mélyítek, meg kicsit a gólyánál kelepelek. Na ez a baj. Unalmas egyhangú, akkor belealszik a közepén. Unalmas egyhangú? Unalmas egyhangú. Na de most megoldottam a dolgot, bementünk Bennivel egy könyvesboltba, és közösen, gondoltam, nyert ügyünk van, közösen megvettük a 3 perces meséket. Gyerünk! Jó. Mert ebből rögtön tudod, hogy ez nem lesz 5 vagy 10. 3 perces mesék. Osztalszik, de jó. Arrébb hívtam a Bennit a meseosztályról, a könyvrészen, odaadtam neki a könyvet, és azt mondtam, nézd, tudod, mert ha ott áll a mesekönyvet, akkor biztos nem az kell. 3 perces mesék. Szegény átvágva volt egy picit, nem tudta. Nézd, 6 perces mesék. Apa, ez nem a 3-as. Ja, de bocs. Áthívtam a szép irodalmi osztályra, de egyik se tetszett neki, mert nem volt színes. 3 perces mesék. Mondom, meg vagyunk. A gyerek lecsapott, csillogó szemmel elindultunk a pénztárhoz, megvettük a 3 perces mesék. 103 perces mese van benne. Hát kell lennél jobb egy szülőnek? 103 perc. 100 darab apró mese van benne, mindegyik 3 perces. Tök jó, tervezhető így. Igen, meg vagy, nem tudom, meg júliusig. Vagy. Már láttam magam, ahogy egyébként ugye hazamenve elmondom a 3 perces mesét, és a gyerek beleesik. És akkor ért a meglepetés, nem hiszitek el, hogy szülőként milyen mesék vannak ebben a könyvben. Nincs 3 perc. 1 perc alatt el lehet mondani, 3 perc nincs is. Akartok ezekből a mesékből? Behoztam nektek. Akartok igen, ezekből a mesékből? Igen, de úgy, mintha Benének olvasnád. Igen, akarunk. Apa, még. Jó, de akkor legyetek Beni, jó? Igen. De aztán anya is öltözzön be. Te kisfiam, ránk nyitottál, vagy miért nyomod ezt a beöltözést? Mondd meg, volt be apádnak leselkedtél? Figyelj, ezt tényleg, komolyan mondom, nem hiszitek el. És ez gyerekeknek készül. Egy haldokló oroszlánnak is van büszkesége. Aha. Nagyon jó. Tehát rögtön egy halállal nyitunk. Figyeld. Egyes oroszlánok bizony nagyon komiszak tudnak lenni, kezdődik a mese. Kihasználják az erejüket, és állandóan ütik-verik a többi állatot. Hát te rohadék oroszlán. Volt egy hatalmas oroszlán, amelyik már nagyon öreg volt, és haldoklott. Apa, mi ez, hogy haldoklik? Hosszú élete során sok állatot bántott az erdőben, és ők most eljöttek, hogy bosszút álljanak rajta. Folytatja a mese. A vaddisznó agyaraival felhasította az oroszlán bőrét. És kifordulta bele. A bivaj lehajtotta a fejét, és szarvait az oroszlán oldalába mélyeztette. Az oroszlán fájdalmasan felkiáltott. Ő utána a szamár következett, aki nagyon sokat szenvedett az oroszlán kegyetlenségétől. Hangos ijázással fejbe rúgta az oroszlán. Hát ez nagyon bár, most már ideje meghalnom, suttogta az oroszlán. Azt még elviseltem, hogy nagy és erős állatok bosszút álljanak rajtam, de azt a megaláztatást, hogy még egy gyáva szamár is megrugott, már nem bírom elviselni, mondta az oroszlán, és meghalt. Ja. Jó éjszakát, Benni! Aludj jól, gyermekem! Vidám álmokat kívánok neked! Apukád most itt hagy ebben a nagy és sötét szobában! De ne félj, gondolj a mesére, amit elmeséltem neked! Itt a vége, fuss el vére! Itt a vége, fuss el vére! Várjál, sokkal durvább! Hát de mondjuk a lebomlásról még valamit azért írhattak volna, ne? És akkor jöttek a boldog kukacok! Így szól a második mese. Lapoztam egyet, a gyerek tudod, hogy kétségbe esetten néz rám, meghal, fejbe rúg, kivérez. Az ostoba békák, mentem át a második mesére, mondom, oldom a gyerek feszültségét, mi lehet? Nem, nincs ezzel. Azt nagy... már látom, hogy az író nagyon szereti az állatokat. Az ostoba békák, szól a második mese 3 perces gyermekeknek. Hallottad? Súgta oda az egyik béka a másiknak. A nap megnősül. Hamarosan már minden béka tudta a hírt, kiugrottak a tóból, és nagy ünneplést rendeztek a parton. Csak egyikük ült elgondolkozva egy kövön, és a fejét vakarta. Gondolkozzunk csak, mondta a többieknek. Ha a nap megnősül, akkor 2 nap lesz. Vagyis 2-szer olyan meleg idő lesz. És ha gyerekük születik, az még rosszabb lesz. A nagy melegtől ki fog száradni a tó, és mind meghalunk, elpusztulunk. Segítség! Kiáltották a békák, beugrottak a vízbe, elrejtőztek a tófenekén, majd az egyikük meghalt. Leszívassál már! És most jön. Mutasd. Ez egy... Adom, és most jön az utolsó. Figyelj, nem ezzel hiszed várjál, el, de már ennél van sokkal durvább. De ezzel nagy baj nincs, mert megmagyarázza. Ez megmagyarázza, hogy a békák miért élnek a tófenekén. Ez egy jó mese, én emellett vagyok. Jó. Ez nem rossz mese. Ez nem rossz. És itt a harmadik, az öngyilkos nyulak. Már a cím jó. 3 perces mese gyerekeknek. Az öngyilkos nyulak. Az öngyilkos nyulak. Az erdő nyulai gyűlést tartottak, rettenetes az életünk, panaszkodtak egymásnak.
Egész nap kutyák üldöznek minket, emberek lőnek ránk, sasok csapnak le, rókák és farkasok falnak fel minket, tizedelnek minket. Minél tovább panaszkodtak, annál szerencsétlenemnek érezték magukat. Végül az egyikük azt mondta, ugye itt várod a feloldást? Mi értelme úgy élni, hogy bármelyik pillanatban egy másik állat zsákmánya lehetünk? Öljük vízbe magunkat! De már! Öljük vízbe magunkat! Nem már, hát most komolyan tényleg. Várjál! Vagy volt egy normális nyúl, aki azt mondta, hogy ne. Á, nagyszerű ötlet, helyeseltek néhányan. Menjünk, halljunk meg együtt! Ez hülye. Menjünk, halljunk meg együtt, kiáltották mások is, és a tóhoz rohantak. Atya úristen, de hogy valakinek eszébe jutott, hogy itt a buta békák laknak. Ezért elmentek az oroszlához. Ne vegyüljünk ezekkel a sötét állatokkal. Inkább tépjük le a saját fejünket. Nem már. De most menjünk, a következő ez mi lesz? Nagyszerű ötlet. Menjünk, halljunk meg együtt. Kiáltották mások is, és a tóhoz rohantak. Megtudom, hogy becsuktam a könyvet, ránéztem Bennyre. Aludj jól, gyermekem. Álmodj szépeket, de azért előtte még egy Anna Petit elolvasnék neked, csak hogy oldjuk a mese által kiváltott frusztrációt. Érted? Szólta benne, hogy a apa, nem értette, nem tudta hova tenni. Nem ijedt meg, csak úgy láttam, hogy a személyen azt, hogy ezt most ő nem érti. Miért hal meg az összes nyúl? Miért lesznek öngyilkosok? Mi az, hogy öngyilkos? Ez egy mesekönyv, ezt ne vegye meg senki. Jézusom. Mondom, három perces mesék, ez a címe. Hát és ezzel még itt ilyen alternatív befejezéssel tudsz kitalálni. Igen, helyette. Nincs. Ezek meghalnak, mennek bele a vízbe szépen egymás után. Igen. Nyúlak és ott döglenek bele a tóhoz. De mire odaértek a tóhoz, a nap már felszállította a tavat, aminek a medrében halott békák tetemei hevertek. Na de se baj, itt hagyta a múltkor az erdőben, Stól Buci bácsi az egyik kétcsövőjét, vegyük a szánkba és lőjük szét a fejünket, mondta a legokosabb nyúl. Ezután sorba álltak, viszont egy nyúlnak meg kellett húzni a ravaszt. Akartuk egy utolsó? De sajnos az utolsó nyúlnál már elfogyott az összes patron, de szerencsére Buci bácsi ott hagyta a zsigerelő kését is, amivel szeppukut követett el a kis találékony nyuszi. Igen, egy utolsó? Egy utolsó? Jöhet. Három perces mesék gyerekeknek. A mese címe Gyilkos szeretet. Gyilkos szeretet. Egy utolsó. Nem hittem el, visszakérem a pénzt, vagy becsörélem, komolyan. Ha a filmcímkét látnám, lehet, hogy kivenném a Gyilkos szeretet. A gorilla mamának két kölyke volt. Csukjátok be a szemeteket, Balázs mesél nektek, tessék aztán aludni, mert dádá lesz. Jó? Utolsó meseben. Jó, utolsó. Aztán alszunk, irgumburgum. Gorilla mamának két kölyke volt. Nem tudom, hogy hívták őket, legyen mondjuk Gergő és Gábor. Nagyon jó. Benne aha. Van a mesében. Gergő és Gábor. Gergő kemény fiú volt, Gábor nem annyira. Az anyja úgy óvta, szerette őt, hogy nem engedte szabadon szaladgálni, megerősödni és élelmet keresni, hanem mindig a karjaiban tartotta, csak ölelgette, dédelgette. Alszol már, Benni? Nem, várom, hogy mi lesz a mese vége. Minél nagyobbra nőtt Gergő, az anyjuk annál erősebben szorította Gábort, míg egy nap olyan szorosan ölelte magához, hogy Gábor nem kapott levegőt. Ne. És? Várja is. Gábor nem kapott levegőt, és meghalt. Nem már. Gábor nem kapott levegőt, és meghalt. Az anya túlzott gondoskodásával elpusztította azt, akit a legjobban szeretett. Hát gratulálok. Alszol már, Benni? Inkább csak hagyd abba. Nem merek elaludni, mert én itt. Apa, ne ölej ennyire! Soha többet nem hát szorítottad magadhoz a gyerekedet. Soha Jézusom. Többet nem. De mi ez? Emós mesekönyv? Iszonyú. Gyerekek, elhiszitek? Ültem, tudod, már aludta Benni, felolvastam egyet a Vikinek, lekapcsoltuk a lámpát, és összebújtunk, mi is úgy féltünk. Igen, mondtam, de szóltak, hogy ne ölej szorosan. Elhiszed? De hihetetlen. Ma biztos, hogy visszaviszem, tehát ennyire hülye nem vagyok, tehát akkor inkább tényleg kiveszem neki Monte Cristo-t, aztán elkezdem 5 évesen olvasni neki. Ez mennyire kemény? De hogy ezt valaki leírja, és effektíve elkezdő oda olvasni a gyereknek, szerintem ez egy 10 évesnek is sok, nem? Tehát hát illusztráció van, ahogy van, halott gyerek majom lóg az anyja csecsén. Nem, ott van az egyik majom a fán. Gerincel kinyúlt nyelve. De nem, hát akkor már ez a... Ott van az egyik majom, aki vidáman igen, ott van a másik majom, látszik színesben egyébként, Gáborka. Hogy még mosolyog Gábor, de nem tudja, hogy az anyja nem sokára készül halára ölel. És még mosolyog. Né, te boldog vagyok, ide bújtam az anyukámhoz. Recs. Nem sejtem, hogy nem sokára anyukám megfoly. És ráadásul nagyon okosan meg is személyisítik ugye az állatokat, akik gyakorlatilag semmiféle szerepük nincsen, azok, hogy az egyik életben van, a másikat pedig az anyja halára folytogatja. Jó, de valahogy igen, szólítani kell egy halott majmot.
Írja egy hallgató, hogy 3 perces mesék Stephen King ajánlása. Igen. Te, ki írta ezeket? Tényleg ki írta, nem? Tehát így... Hát ez, ilyenek ezek a mai modern mesékek. Csoda, hogy én a virágnak a Waffen-SS fegyverei és harcerjállásai című könyvből olvasom festékén. Apa, apa, még egyszer a halálfejes hadosztályról. Tényleg, 3 hónappal ezelőtt belefutottam a kaki könyvbe. Azt mondtam, jó, lekakilják a vakondot, a vakond elmegy megnézni, hogy ki kakilt a fejére. Emlékeztek? Behoztam. Igen. Ki kakilt a fejemre, mondta igen. A vakond, és elindult, te kakiltál a fejemre, kedves madár. Nem, én nem ilyet kakilok, mondta a madár, majd oda kakilt egyet. Hát az egy felüdülés volt ehhez képest. Igen, írj egy hallgatunk, az állatorvosin tanulok, de ilyen sztorikkal a korbonztanon se találkoztam még. Hogy álltok ezekkel a mesékkel? Ezért ez durva, nem? Igen, hát de most komolyan. Már majdnem véget ért a háború, amikor megvették azt a kis házat Hiroshima mellett. De tényleg, és egyszer csak egy repülőt láttak repülni a fejük fölött. A kisfiú odaszólt. A kis Yamaguchi még integetett is neki. Apa nézd, valami kiesett a repülőből. Ajándékot kapunk? Mondta a kisfiú. Biztos, hogy ajándékot kapunk, gyere bújj ide hozzám. Nézd, fotóznak is minket, mondta a kisfiú, mikor látta a villanást. Apa, de hova futnak ilyen sokan? Kérdezte a kis Yamaguchi. Igen. Nézd, apa, nem mozog az árnyékod. A következő pillanatban 100 000 sikoltottak fel egyszerre, majd mindenki halott volt. Hmm. Jó éjszakát, gyerekek! Közel álltak szénné. Most leoltam a lámpát. Leoltam a lámpát. Itt maradsz a sötét szobában. Aludj aztán jól. Hallod hát ezt a távoli repülőhangot? Hát de most komolyan. Tehát, hogyha ilyen meséket olvasnak most a gyerekek, akkor gyakorlatilag a meséktörzs fejlődése ez lesz. Mi lesz a gyerekekből, ha ilyen meséken szocializálódnak? Egy Jancsi és Juliska már nem kell nekik? Egy hófehérke már túl sok? Nem akarom elhinni, hogy ezt valaki betördelte, illusztrálta és ki is adta Puszi Kriszti ére nekünk. De hát nagyon. Te abszolút, igen. Na. Ezt a mesekönyvet egy nyugdíjas patológus. Hát komolyan, tényleg. Tehát, hogy... Értem. Mesék a kriptákból. Ne vidd vissza, Vali, indíts új napi rovatot Gyilkos 3 percesek címmel. Gyerekek, sokat tudok ebből. Tehát ebből minden nap van egy mese, ha akarjátok. Mondjuk, hogy ha minden este ilyeneket olvasol a Merinek, akkor én nem szeretnék valami vele találkozni, amikor 18 lesz. Se egy sötétsítok a sikátorba, se egy nyílt mezőn, nappal. Hát biztos, 2 balta, egy vipera, meg egy zsebkés lesz nála. Biztos, igen. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amely